után vagyunk. Már 18 perccel, te jó Isten! Hol vagyunk? Melyik ez a város? Na, itt ez homályos ez az üveg, vagy koszos? Az nem, ez homályos. Homályos, párjás, nem látom át rajta a sok prodi köveket. Lehet, hogy tele lihegtem, amikor megláttam a hostess lányokat. Hangosan elkezdtél lihegni? Jó reggelt kívánunk, drága soproniak! Hello! Ilyen korán, hello. Ilyen sokan? Mennyire jó arcok! Hello! Jó reggelt! Mindenki megfagyva áldogál, senki nem tud integetni, köszönni. Sziasztok! Na, azért jó, az drágák vagy. Van taps nálatok! Fagyhalál! A fagyhalál állapotában így van. Hát csípős reggel ébredtünk. Csípős, igen, a kaposvariaknak már lesz termolámpájuk is itt. De hogy is. Hőgombák és minden, ami kell. Nem, marhára nem. Hát ezzel tudtunk készülni, amivel készültük. És én nagyon bíztam benne, mindannyian nagyon bíztunk benne, hogy ennyien lesznek, de hát megint felülmúltátok a várakozásainkat, mert hogy Sopronban egyébként bármikor eljövünk, mindig ez van. Mindig nagyon szeretnek minket az emberek. Csak negyed hét. És még csak negyed hét van, így van. Így van. Hétkor már senki nem lesz. Már senki nincs. Na, én minden városból, minden megyéből tudok hőmérsékletet jelenteni, mert most érkeztem Pestről. Igen, tehát, ja, akkor mondd végig fejét. Tehát minden tudok, gyerekek, egy ilyen nagyon durva 13 fokba sikerült Pestről indulni, és aztán egy Sopron felé hűl a hőmérséklet. Hmm. Tehát meg kellett állapítanom, hogy nyugat felé hűlünk, úgyhogy egy ilyen 9-10-be érkeztem ide. És a Suzuki-tól ráadásul egy kapriót kaptál, így van. Megnehezítette a dolgot. De a hajam ugyanúgy tartott, mint az út elején. Kicsi csípős volt, de volt nálam tartalékkesztyű. De nagyon simán leértem egyébként, egy-két óra alatt abszolváltam ezt az utat. Ezt szerintem ne hangoztat. Tartsd, jó, hát ha hallják mások ja, is. Ja, hát természetesen betartva a megfelelő közlekedési szabályokat. Nagyon durva, én 8 kilométert tudtam, miután lejött Sopron felé az autópályáról, én azt hittem, az már megépült Sopronig. Hova tettétek az autópályátokat, gyerekek? Aha. Tényleg, én hol is úgy jöttem. Az autópálya? Csorna, mondom, ott megyek tovább, nagy bátran, sehol sem. Negyedöt, fél öt, mondom, úgyis autópálya van Sopronig, hát már szerintem megépült. 3-4-5, most már azért el kéne indulni. Biztos ott maradt papíron az előző választások előtt. Csornánál, tudod, riadtan láttam, hogy ennyi volt az autópálya, vagy ez a kétszer-két sávos gyorsforgalmi, vagy nem is tudom mi az. De viszont aztán azért begyújtottuk a rakétákat. Ne, hát mi is ügyeltünk egyébként. Hát tegnap este, amikor eltoltam magamtól az utolsó csoki múzt, akkor arra gondoltam, hogy jaj, de jó lenne nekem is, majd mondjuk holnap olyan 3 óra magasságába fölkelni, otthon beülni az autóba és leutózni, vagy elutózni Sopra. Na, én nagyon irigyeltelek. Tényleg. Csak 3-4-5 volt ez. De gyorsan érkeztünk. Kipihented magad, jó van. Na, és mit hoztam neked? Na mit? Mit hoztam neked? Te kicsi... A felmondásomat mások alá kell írnunk. Azzal ne kapkodj! Ja, igen. Nem, elhoztam neked a pénztárcádat. Jaj, nagyon szépen. Meg a baseball sapkádat. Mert ugye tegnap mi történt? Természetesen, ugye már szombaton lejöttünk, illetve eljöttünk Sopronban, ezért az elért, felért, leért, előre is elnézést mindenkitől, még korábban. Szerintem utáljátok, meg egyébként nézett benneteket mindent. Csodálom ezt a várost, imádom, úgyhogy ezért is jöttünk már szombaton el a családdal, úgyhogy megszálltunk, és persze hoztunk egy családi pakkot, meg hoztunk egy Jani pakkot a kitelepülésre. Az enyémben benne vannak egy hétre a kis cuccai, minden szépen akkurátosan összepakol, ahogy az kell, annak lennie kell, és megbeszéltük a feleségemmel, hogy amikor elválunk majd egymástól, tegnap délután, akkor természetesen mindenre oda fogunk figyelni, mindenki viszi majd a saját pakját magával. Na ebből mi lett? Pénztárca Pestre el. Iratokkal, pénzzel, bankkártyával, személyével, lakcával, mindennel az ég világon, és aztán a hívott feleségem, hogy mit tudom én, egy 4 órával kis, hogy van egy jó, meg egy rossz hírem, apa? És akkor mondom, mi van, mert én kettes lett virág ma a tekintet. Nem, hanem nálam maradt a pénztárca. De már ott van Balázsnál! Igen, átpasszolta nekem, úgyhogy elhoztam. Csak nem tudom, hol tettem, lehet ott hagytam. Pedig nagyon jó lenne, igen. Ha adnád, mert lóg a fiatal ember egy 20-assal, úgyhogy... Tényleg? Kicsit kiköltekeztünk? Oda csapott, dupla musz volt csokiból, mi? Persze, de mondta egyébként, hogy tök kedves voltál, mert kinyitottad a nagykaput, és hátra tudott menni autóval a kert végében, nem voltál hajlandó a jacuzzi mellől elmozdul. Mondtam, hogy most forró a jacuzzi, bocsásson meg nekem, de nem tudok most kiszállni, mert nagyon nem tettem ki magamnak a sejem törölközőmet, és én akkor mindig nagyon fázom, ha mezitláb kell kilépnem. Mondta, hogy volt egy kis vita köztetek, mert hogy ő előbb akart a pénztárcát, meg előbb a törölköző. Minden. De nem, átadta, tényleg valahol meg is van, remélem, hogy jó, hogy, is, hogy, jó hogy, is. Hogy nem otthon. Úgyhogy előbb-utóbb biztos, hogy szállítok mondjuk, neked. Ha csak kétszer annyira vigyázol az én pénztárcán, mint ahogy a sajátodra, szoktál, már nincs. Az én irataimat nem láttam 3 hónapja, de valahol biztos megvannak. Na mi újság, drága soproniak, hideg van? Hogy állunk itt az első sorban? Hideg van. Hűvös? Honnan érkeztetek? Győrből. Azt a minden segít neki. Hát, mivel? Autó, vonat? Vonattal még tegnap este. Ja. És azóta itt állsz?
Nem. Nem keringenek. Hát mondom meg, hogy nem, nem, itt a lámpa mellett, mert melegebb van. Jó, mert ha azt hittem, ma reggel öltétek, akkor felvettelek volna szívesen benneteket, és elhoztalak. Én nem szóltatok. Hol aludtatok, vagy mi volt? Egyik ismerősünknél. És mondtad, hogy ne haragudj, csak vegyél be minket, mert holnap megyünk el reggel a Feriékhez, addig hadd aludjunk nálatok? Hát úgy volt, hogy eljöttünk Győrből, elmentünk egyet iszogatni, majd éjszaka folyamán sikerült egy ismerős találni, aki befogadott az minket. Az kellemes meglepetés. Végig hívtál mindenkit, tesó, nincs hol aludni. Én hívtam mindenkit végig. Komolyan? Igen? Igen. De milyen szerencsé, hogy találtatok valakit? Egyébként hol aludtatok? Én itt éltem egy 4-5 évig, úgyhogy azért van pár ismerős. Van egy-két fiú ismerős. Mi, akinél azért lehet egyet aludni? Igen. Aha. Bólogasna. Igen. Neki is van előéleteért. Nem hívtalak vissza, annak ide Józsi. Józsi, tudom, hogy 3 éve szakítottunk, nem muszáj nálad aludnom, mert befagy a segünk. Jó, visszahoztam egy gyűrűt is. Na jó van, oké. Itt hogy állunk, mi újság? Kalapban, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok. Ha jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Nagyon jó ez a kis kalap, nagyon ugye? Tetszik, igen. Ez az imidzsem. Komolyan? Tényleg? Egy picit. Ezt még talán a Nikolász kezdte valamikor az X-faktorban, nem? Vagy, vagy... Nem, ezt Kalambó kezdte. Ja? Nem azt a balókabát. Derrick úr. Honnan jöttél, mi újság? A hugodról egyébként, pápa mellől. Hugodról? Nincs is hugom. De ott dugják a hugod. Jézus atya úristen, ez jó lesz ez a docsó, már sejtettem. Már azt szeretem. Az hány kilométer? Hány kilométer innen? Hát ez 110 körülbelül. 110 de kilométer? De itt vagyok koleszos, úgyhogy már tegnap jöttem. Erdész. Azért ez a gyönyörű kalap. Hát azért, így van. És mi a kolesz tényleg? Mit tanulsz? Mi lesz? Hát erdészeti szakközép, így van. Azt hittem hűz, de akkor nem, tényleg erdész leszem. Szükség van erre egyébként. Azt hittem azt mondom, hogy fura gusztus, de... Nem, jó, az arra szükség van. Arra szükség van. Eteti a vadakat, gondolom. Rendesen. Hát ilyen meg seftelni szépen, ahogy ez kell. Persze. Megint kidőlt egy fa, mi, ha csak eladjuk. Aha. Ez is görbe, az is görbe. Igen, adját is sörétet, adok egy nyulat helyben. Na és mi helyzet a vadállományunk a rendben, ami hát nem? Hát azért van, meg hát etetni kell őket, meg lőni. Hát azért szaporodnak, na. A mondat igen. Első részével egyetértek, de hasznos a vadászat, kell azért az. Szeretem az állatokat, azért ölöm meg őket. Te vadászol is egyébként? Hát nem. Nem? Nem. Én ilyen laza ember vagyok, én nem ölök ilyen állatokat. Nagyon helyes. Igen. Még. Bár nyilván a vadászatra egyébként szükség van. Tehát ez egy ilyen buta sztereotípia, hogy na, hát ők csak öncélúan ölik az állatokat. Télen gondozzák őket, etetik őket, karban tartják hogy a vadállományt. Hát ezt is helyretetted ezt a témát. De nem, tényleg, méltánytalanul bántják a vadászokat, és még nincs fél hét is ezt is rendbe tettük, érted? Fogadjuk, hogy le van foglalva valahol egy bőgetésre, vagy egy jó kis, vagy ilyen vadvacsorára egy... Voltam, mert mesélek, voltam szarvasbőgés a hétvégén, úgyhogy majd mesélek. Jó történet. Jó volt. Jó. Ebből így jó. Kitalálnám, hogy szarvas egy darab nem volt. Hát, amíg odaérkeztünk, addig volt, csak hangosak voltunk. Hangosak voltunk, és elüldöztük őket. Jó van, na kit szólaltasz? Fiatal ember, hát maga miért nem alszik? Oh, hello! Sziasztok! Szia! Hello. Köszönöm már! Hello! Nem kéne suliba lenni? 7:30 megyünk. Ja igaz, mondjuk ilyenkor még hülyeség lenne ott ülni. Fél hétkor iskolában? Miért legyen az a gyerek fél hétkor iskolában? Hát persze. 22. óra. Igen, hát, mit csinálják? Valami még. Lecke kész van? Igen. Ne bólogass, mert ezt nem hallják. Hányadikos a gyermek? Hányadikos? Nem nyúzzuk őt. Na? Másodikos. Másodikos, jól van. Fenyőtérre járunk. És milyen szép életnői hangja van. És miért magázódik? Na jól van, oké. Na, hát nagyon sok minden történik velünk itt ma reggel, drága soproniak, még nem késő egyébként a Deák térre kijönni, mert itt vagyunk, a Mátyás király utca felül részén, jól mondjuk? Szóljatok, ha valami nagyon rosszul mondok. De mit bólog, azt egy őri vagy most mondtad, ne? ez az! Ez a tömegpszichózis, hát egyetért a többiekkel. Együtt működik velünk. Így van, lesz egy csomó játékunk majd, vannak helyszíni nyereményeink is, és hát ha valaki szeretne majd megnyerni egy vadonatúj Suzuki-t, méghozzá egy S-Cross-t, akkor ki kell tölteni egy kis játékkártyát, amit majd vissza kell adni a hosteszeknek, és hát kisorsolunk majd valakit az adásunk legvégén. Mi az a fennforgásod? Mi történik? Semmi, csak egy varszamezes fiú jött ide. Mi van, jönné velünk meccsre, mi? Aha, gondoltam. Nem azért adta, hogy írd alá, hanem hogy küldje be nekem, hogy hozd be nekem. Ja, viszem. Nézd csak, ide tesszük, és Balázs bácsi, amikor erre jár, majd aláírja, ugyanígy üres lesz végig. Őt bírod a legjobban, mi? Igen. Rögtön láttam, ahogy ránéztél. Te csak így egyedül szülők nélkül? Nem, itt van anyukám is. Na jó van, akkor azt hittem, hogy csak így kiszöktél gyorsan még. Szülők alszolnak, te pedig megérkeztél. Hogy hívnak?
Peti. Tehát tényleg barca drukker vagy? Igen. Jó, annyira világít a lámpa, hogy nem látok belőled semmit egyébként. Nem, reál, csak későn értek már oda az És ki a kedvenc a barcából? A Messi. Messi, de most lesérült, nem? Igen. Na gyerekek, ahhoz is értek, hát most nézd meg. De most értem. Hát látod, nincs olyan téma. Kérdezd meg, hogy mondjon már még egy barca játékost. Akkor mondj még egy barca játékost. A Neymar. Az is barcás, azt hiszem. Igen, és hogy tetszenek az új frizuráik? Biztos hát, láttad őket. Kicsit idétlenek. Aha, picit furák lettek, mind a kéten beőszültek egy kicsit. Beszőkítettek, igen. Én a Neymart nem ismertem meg konkrétan. Igen, beszőkítették aljukat. Na jól van, oké, töltesz majd kártyát? Szeretnél autót nyerni? Persze. Tényleg? Uh-huh. Anyának mondta, nyugi anya, elmegyek, megnyerem az autót. Persze. Nem jó. Fázol, nincsen semmi gond? Nem. Kérsz egy felest felé, én még lapos üveg ott a belőle. Lapos, de nem is ott hozok, tudom, hogy sokan vannak. Persze, korán érnek már. Szóját tudunk egy kis rumot tölteni a teát. Na, már megvan a holnapi címlap. Így van, alkollal. És alkollal kínálták az iskoláskorú gyerekeket. Tényleg. A kitelepülésen. Igen, hát ezeknek semmi se sem. Semmi sitre minden. Na. Na szóval, hol tartottam? Ja igen, szóval, igen. Hogy regisztrálnotok kell majd, jó, így lehet megnyerni az autót. Nyilván nem ma sorsoljuk, hogy ki nyerte az autót, ma csak regisztrálunk, és egy helyszíni nyertest kisorsolunk, aki majd ott lesz pénteken a több helyszíni nyertessel, és közülük dül majd el, hogy ki nyeri az autót. Igen, mondja, jó mondja. De hát csináltuk már ilyet, szerintem ti is tudjátok. Hogy a fenében? Minden városban szinte már voltunk, úgy értem, hogy vittünk autót. Jó, úgyhogy pénteken pedig az öt helyszíni és az egy SMS beküldő, aki adásban küldi majd az SMS-t, azok közül dől el, hogy kinyeri az autót. Suzuki SX4 Cross 1.4GL 2WD, és ezt a kifejezést ismeri fogják. Aztán ismerni fogják a haladók közül, az illatoskát haladó forgatói közül, kanyonbarna színű. Egy gyönyörű kanyon. Egy kanyonbarna színű, csodálatos, és autóferi mi ilyennel jöttünk? Ez itt az, igen, ugyanilyennel, csak a miénk nem kanyonbarna, hanem metálkék. Nem gyönge eresztés. Csak mondjuk egyébként, hogyha valaki munkába akar menni, az írjon nekünk SMS-t, mert Feri minden helyszínen elvisz valakit a munkába. A vadászokat keres. Igen, valakit kirak a szántó mellett. Tényleg, ha belöki valaki, hogy Ausztriában dolgozik, átvigyen, vagy mi van? Akkor nem tudunk rád számítani, szerintem most egy ideig Feri. Majd kapjuk egyébként úgyis az SMS-eket, hát sajnos egészíten kaptuk, de hát a soproniaknál jobban ezt senki nem tudja. Ki jár át dolgozni? És mennyit kell várakozni? Sokat. Nagyon. Kocsival jársz minden nap? Igen. De nagyon sok kéz lendült a magasba. Nagyon sokan jelentkeztek. Ki jár át még egyszer? Mutassátok meg. Jézus Atya Úristen. Hát és mit csinálsz? Újságozok. És már most végeztél, vagy ma Szabi van? Nem, megyek mindjárt. Te vagy a délutáni reszortos. Hozzátok jöttem. Jó, de aranyos, hogy az újságot így reggel szokták. Az újságos az mit jelent, hogy elveszel, vagy odaadsz? Tehát, hogy... Odaadok. Újságot, mit jelent, begyűjtöm a napi újságot, és eladom a menzinkutat. A háziak előtt kell odaérnem a postaládát. Kicsit melós, de... De helyesen, és akkor most kijöttél hozzánk, és utána még ma még mész ki? Igen. Hányra kell kiírned? Hát hajnal fél ötre szoktam menni. Mondjuk ez laza, ott ül kint majd az osztrák sógor, és mondja, hogy hol van a napi Zeitungom, te meg még itt áldogálsz, mert kicsit előtte találkozol velünk. Ez jó, ez nekem tetszik. De te osztod be a munkaidődet? Igen. De miért az újság nem reggel jelenik meg? Nem, olyat viszek. Én évre címre szólósat. Ja, ilyen előfizetéses, meg ilyen. Nem. Reklámújság. Hatom mit. Aha. Vagy... Porno. Az osztrák... De azt is. Az osztrák Interpress magazin biztos, ami előfizetésre jön. Jól van, oké, hát maradjál, örülünk neked is. Jó, elmondtuk mindent, ezen kívül lesz itt tehénfejős játékunk majd, ahol is egy... A pluszos kategóriájú hűtőt lehet nyerni. Hoppá, tele tejjel, úgyhogy, és az helyszíni nyeremény, tehát azt már valakinek itt hagyjuk. És oldja meg, vigye haza, ahogy akarja. Ennyi gyerek. Visszük a hűtőt is, igen. Na, oké, ennyit erről. A Feri munkába, a vívését illetően csak egy mondat, hogy akár itt is lehet jelentkezni, ha valaki elmenne most, mert látod bennünket, és Feri el tudja dobni. Vagy ha soproniak vagytok, írjatok nekünk egy címet, felhívunk benneteket, Feri odaugrik, és Sopronon belül el tud benneteket dobni a munkába, hogy aztán belátható időn belül Feri visszaérje. Igen, tehát, ha nem egy salzburgi pékségben dolgozik. Igen, igen. Tehát egy Sopron sátorai a új hely nehezebben kivitelezhető jelen pillanatban, de mindenféle megoldáson nyitottak vagyunk. Úgyhogy írjatok SMS-t, jó, ha úgy érzitek, hogy szívesen mennétek már reggel Ferivel munkába. Mi van? Te hova mész? Vigyelek-e suliba? Igen. Megvan az első utasunk. Mennyi innen a sulid? Hát csak az Orsolyába járok.
Az ja, hát az orsója az itt van, de vicces. Jaj, de aranyos vagy. Emlékszel a múltkor is, hogy mentünk az orsójába. Én is voltam itt, csak aztán megházasodtam. Így van. Az orsója, innen az orsója egy pókjárásba elgurulok. Tehát az ördög szekérbe elgurulunk. Jól van, oké, na, drága hallgatók, játékra most nem kell jelentkezni, jó? Mondjuk azoknak, akik írnának nekünk SMS, mert tudjátok, aki települünk, akkor mindig a helyszínről választunk játékost. Úgyhogy ne írjatok, mert úgyse tudtok most adásba kerülni. Jó, na, azt mondja, hogy Soproni határnál pont most küldték nekünk, van egy baleset, az plusz az osztrákok ellenőrzik az autósokat. Oh, hát na, már berágtak. Már kezdődik. Már berágtak, így van. Mondtál rájuk valami csúnyát az előbb? Azért jó. Köszi Bali, hogy letoltál az útról. Szatyi küldte nekünk. Szatyi Soproni, ezt nem mondta még, nem? Jól van, oké, na, akkor elkezdjük. Nem azzal vitatkoztál, hogy valakit letoltál az útról. Jó, azt tudta. Hát valóság megfelel, ki tudja, hogy ki jut abban az autóban. Csodálom, hogy csak Szatyi ért már. Legalább 100 embernek kellett volna felháborodott hangvitelő SMS-t írni ma reggel. Még 99-et várok. Fél hét múlva pontosan 4 perccel Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után vagyunk. Jó reggelt, Soproni! Hello, drága Soproni, a kell fel a nap. Az a nap, az a fényes csillag, az a nap, így van. Igen, de világosabban. Nem a tükörképed. Igen, felragyogtam az égre. Nagyon jó időnk lesz. És mit látok, hogy a hétvége felé, pénteken már 23-25. Ja, nem, hogy eső nem lesz, hanem napról napra egyre melegebb az időjárás. Ez nektek nyilván nem vigasz, tehát nem azért mondom, hogy de jó lesz majd a bajaiaknak vagy a kaposváriaknak, de hogy napról napra melegebb szombaton lesz. Is gyertek ki reggel 6-ra, jó idő lesz. Jó? Nem mint, hogy ez most konkrétan a mi kitelepüléseket érintené, de jó lesz. Igen, de szombaton már nagyon jó idő lesz. Na, azt mondja, hogy Jani most adtam át egy rózsaszín dobozba egy tortát, egy hölgy bevitte a sátorba. Ki adta a tortát rózsaszín dobozba? Hol a tortás? Elmenekültne szalmonella. Igen, akkor nem emlék belőle, ha már nincs itt. Már nem volt itt, igen. Azt mondja, hogy nem vagyok Soproni, én is Pestről jöttem ide. Nyugi, össze tudtam szedni a kocsit, de jössz egy fényezéshez. Szatyi. Szatyi, tényleg itt vagy egyébként? Vagy csak humorizál? Szatyi! Szatyi! Hello! Hát te mennyi kis vicces SMS-t írsz nekünk? Szerintem te már naphallgatója is voltál, nem Szatyi? 5-6-szor. Legalább. Családban mindenki. Szatyikám, és tényleg Pestről? Mindjárt jön a mikrofon. Hol vagy, Szatyi? De drága Szia, vagy. Sziasztok. De hogy? Miért pont ide? Nem, mert most van szabad napon, pénteken dolgozok, úgyhogy cumi van. Ah, és akkor a Pestit nem tudtad bevállalni, jöttél Sopronba, és holnap után is dolgozol? Igen. Mikor indultál? 3 óra fele. Azt a mindenit. Te lehet, hogy téged tudtad, hogy sok a hülye az úton, a nagy autós, mi? Sokáig jöttem a fenekedbe villogva, vagy hamar? Nem, csak simán letoltál, úgyhogy nem. Simán letoltalak, jól van akkor. Jól van. És meddig maradsz? Itt tudsz lenni végig? Persze, 10-ig maradok. Nagyon jó. Hát ez nagyon hősies, tette Szatyikám. Köszönjük a sok vicces SMS-t, amit írsz nekünk. Szívesen máskor is. Picit grafománnak tűnsz, hogy egy napi 30-40, de szeretjük egyébként. Vezetés közben ráérek. Nagyon jó. Ezt nem mondd el. Sofőrként dolgozol? Igen. Merre van a sofőr? Busofőr vagyok Pestre. Ja, Pesten busofőr. Persze, hát beszéltünk is, persze. Persze, már mondtad. És a szolgálati cuccal jöttél? Nagy busszal. Láttam meg, úgyhogy itt most dugó van. Igen. Egy 7-es csuklost elkötöttél. Igen. Kicsit nehéz volt leparkolni. Riadt tekintettel néznek körbe az utasok. Nem erre számítottak, amikor felszálltak a Ferenciek terén. Ez már a Blaha Lujza tér, elnézést, le kellett jönnöm Sopronba a Janiékhoz. Oké, na Feri, van fuvarod, úgyhogy nem sokára tudsz indulni. Tök jó. Özvegy pálinkásné Robert Etelka írt nekünk 83 éves, hogy... Ferike az STK-ba vigyen! Hogy minden létszik az STK-ba, de közben az történik, amiben benne vagy, úgyhogy... csak rajtad múlik, minden Etelka nagyon elszánt. Tényleg? De hogy? Ja, azért mondom, hogy mondom, jól akkor nem... Vállalom, gyerekeket, aki ír! Igen, Etelka rettenetesen elszánt. A Feri kedvére, akkor már is elem pacskolok a laborból, pedig tegnap volt vasárnap, nem mindig. Na, játszunk egyet, persze, ha minden játszunk. Ilyen már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, jó reggel. Szia. Jó reggel, sziasztok. Ciao, Zsuska. Zsuska. Hello, Zsuska, honnan hozzá Szia, jöttél? Győrből jöttem. Győr az, aki itt aludt tegnap a volt barátjánál, az új barátjával. Igen. Nem a barátom, és egy lánynál aludtunk. Igen, itt álltatok az előbb. Csak igen, ami olyan sötét, hogy én itt az elsősorban lámpában semmit nem láttam, most kezdenek megjönni a fények. Igen, ott álltunk. Akik bekéreckedtetek akkor tulajdonképpen.
Ugye? Igen, nem volt egyszerű. Mit dolgozol, vagy mit csinálsz egyébként? Kutyakozmetikus vagyok. Mi van, mi rá? Mi a baj? Ingyen trimmelés, hogy minek görültél meg? Igen, szeretném, hogy ilyen pamacsosra vágnátok a farkam. Az egy annyira jó kis meló. Igen, igen, imádom. Nagyon szeretem. Most valamelyik nap láttam egy olyat, amikor komondorokat raktak rendbe, 3 órán keresztül mosták, 3 órán keresztül szárították, és még feladtak rá egy ilyen kis ruhát, amiben jobban száradt, vagy gyorsabban száradt a szőre. Letérbeltem tőle. A komondor az egy pár napig szárad. De még egy komodort egyébként megtisztítani, hát az a dolga, nem? Hogy kullancsos legyen, meg toklász legyen, meg mit tudom. Igen, előre. Erre születtek. Jó mondom. Ez is ért. Festés van? Kutyafestés. Van, én nem csinálok ilyet, szerintem. Ugye, hogy fura? Annyira nem. Mi befestik a kutyát? Nem is kérik tőlem. Tudom. De hogy befestik a kutyát? Más színt akarsz, van egy... meguntad a fehér komondor zöldet. Van egy piros schnauzerod, és akarsz egy kék schnauzert, és akkor kékre fested a schnauzerodat? Nem ilyen, mit tudom, én csak pici részeket, fület, lábok végét, nem az egész kutyát festik fel általában, de én ezt nem. Ez van beteg. Ez az extrém kutya kozmetika, és olyankor ilyen mindenféle mintát nyírnak a kutyába, ott szokták ezt leginkább alkalmazni. Ezt még nem is hallottam, ez jó beteg azért. Azt nem tudom egyébként, hogy a kutyák ezt be tudják-e azonosítani, tehát hogy van olyan, hogy mondjuk egy ilyen befestett kutya találkozik a normál kinézetű kutyákkal, és a normál kinézetűek azt mondják, hogy divat. Szerintem a kutya szag alapján dönt. Úgyhogy... Mondjuk így a dalmaták nagy veszélyben vannak. Nézd már, is festeti magát. Nézd már, ömlött egy festetés. Mennyi magyar visla, de hogy is, csak festetett dalmaták. Na figyelj, Zsuska, kivel játszanál? Hát veled. Igen? Természetesen. Egy jó papás mamás. Mutasd meg, mi van, én is megmüledom, mi van, mehetünk? Remélem, még fáradt vagy. Hát figyelj, nem, igazából nem. Mehetünk? Mehet. Jani? 3, 2, 1, fire! Na Zsuska, kérdezzel, vagy kérdezek én? Kérdezz csak. Mióta dolgozol a kutya kozmetikában? Régóta? Régóta. Ennek tanultál, vagy valami másnak indult? Tanultam. Igen, ezt mondtad. Tudod, ez az a szó, ami... Várjál, hol kell megtapsoltatom saját magam? Zsűl tudja ez. Hihetetlen, még arra sem volt időm, hogy a stoppert elindítsam. Jó, figyelj, mindenki így van, aki személyesen találkozik velem. Persze. Tehát, hogy egyszerűen olyan erős az aura és a kisugárzás, hogy nem tudnak. Egyszerűen a játékosok nem tudnak. Mi ebbe élünk 8 éve, már alig bírjuk. Én szoktam megszakítani a szemkontaktust, és ezzel visszatér a valóságba. Jánosékat is perzseli az aurám. Igen. Jól van, Zsuska, figyelj, kikaptál, de vigasztaljon a tudat, hogy van egy ajándékcsomag, mert egyrészt készletkisöprés van, 2. Igen. Adjál neki, jó van. Imidzsváltás miatt most. Igen. 2, hogy mindenkinek adunk, aki velünk jön, élőben itt van velünk. Jó, puszi neked. Köszönjük. Ciao. Hello, ciao, puszi. Hello. Hát akkor egy-egyket húzzunk be magunknak, így a turnén, hogy akkor 1-0. Karcolt bele ide az üvegbe, Jani. 1-0. Várjál csak. Hol a gyémáncelom. Oké, na. Már ide a tiédet, légy. Veri, akkor te indulsz, elindulsz? Persze. De mondjuk egy címet, ha mondtok, az nem baj, de megyek. Itt van az SMS falon, nem mondanám be azért, hogy ne várják ott a mamát 100-an a ház előtt. Igen. Többen írtak, úgyhogy milyen választunk egyet, és akkor tudsz menni. Legyen ez a zalaegerszegi. Jó, és Nyíregyházára kell vinni. Oda. Igen. Azt mondja, engem elvihetne az állomásra, Feri, nagy rajongótok vagyok, hívjatok, mindenre veletek ébredek, Ferivel szeretnék dolgozni, menni. 7:40, itt van egy cím, Takács Katalin írta ezt. Tehát, hogy jönnek a címek. Aki még esetleg úgy érzi, hogy beférhet, és Feri által szeretném a munkába eljutni, még most dobhat SMS-t, mert aztán Feri útra kell. Kávézott már, ezzel ne fáradjatok. Igen, szendvics jöhet, és valami csomagolt. Ferenc, üljön le, fogyasszon egy kis kekszet még, jó, most jött ki a kis croissant. Tejhabot esetleg. Jó, de ne vigyétek messzire Ferit, mert szükségünk van rá. Igen. Tehát, hogy tényleg ne az legyen, hogy akkor csak ide a határ másik oldalára ugorjunk át. Ha figyelj, ott melózik, akkor oda visszük. Igen. Na, 7 óra múlt, 1 perc előtt jönnek a hírek, aztán jövünk mi is a hírek után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Utána vagyunk 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Sziasztok!
Igen, igen, én vagyok. Így van, és ez még csak a balheréje. Na, drága soproniak, itt vagyunk Sopronban, úgyhogy hát nem késő még eljönni hozzánk, zajlik a turnénk, méghozzá az első állomáson vagyunk, ugye? És hát valaki megnyer majd a turnénk végén egy gyönyörű szép Suzuki-t, úgyhogy érdemes regisztrálni, jó, mondjuk mindenkinek, helyszíni regisztrációra van szükség, mert 10 előtt majd kisorsolunk valakit, és ő lesz a soproni helyszíni nyertes. Olyan jelentkezzen, aki tud jönni pénteken Pestre, bizony, ugye? Hát igen, az fontos. Ott kell lenni, hogy vigyétek itt a Verda, egyébként meg lehet nézni, ne piszkáld, csak nézni. Igen, be lehet ülni, akinek nem tetszik, borítsa. Akinek nem tetszik, felboríthatja, illetve hozzátok vissza két első kereket, légy szíves, mert téglánál az autó. Ott van, ő az, hát most, hogy ő pontosan, vagy egy ugyanilyen, azt ugyanilyen, nem tudjuk. Ugyanilyen. De egy ugyanilyen kanyonbarna, gyönyörű szép kis S-cross-t adunk át valakinek pénteken. Jó, úgyhogy tessék regisztrálni bőszen, és a regisztrációs lapokat, kártyákat, azokat adjátok vissza a hostess lányoknak, ha még nem kaptatok, kérjetek. Jó? Hát ez ennyire egyszerű, de egyébként nem tudjátok. Nem bonyi. És nagyon fontos, hogy minden regisztrálónak rendelkeznie kell vízbiztonságival, érvényessel. Ja, tényleg, mert pénteken egy hajón leszünk, és igen, az a lényeg, a játék arról szól, hogy akinek nem nyitja a sluszkulcs az autót, az beúrik a Dunába. Tehát csak egy maradhat szárazon, akinek majd nyílik az autó. Mindenféle tekintetben egyébként kuriózum lesz ez a pénteki kitelepülés, mert ilyen az jellegűt biztos még nem csináltunk. Tehát már mindenhol voltunk, föld alatt voltunk már a levegőben is, de vízen még egyáltalán nem, úgyhogy egy nagy álmunk válik valóra. Már volt már hajós kitelepülés. Jó, annól, de régen, hát az most, jó, de ez a balcsi, fáradt kis tavacska volt, de most érted, most egy folyó leszünk, érted? Egy folyón. Óriási nagy hajóval. Katamarán, ugye? Igen. Így van. Így kettő vannak. Férfi szemmel egyébként nagyon szép látvány. Ez katamarán. Nagyon fogjuk szeretni. Na mi van? Katamarán lesz? Az lesz. Állítólag az. Igen. Az. De most mi van, nem viszel munkába senki? Hát nehogy nem, én vele, azt se tudom, kit kell elvinni. Engem! Itt van, drága Katalin! Kezei csokkolom! Szia! Hello! Tényleg te egy autós oktató vagy? Nem, én autós iskolában dolgozom. De nem mint oktató, nagyon örülök, mert tényleg az lenne. Na, index! Sikes indulás, ugye? Sikes indulás. Sebesség irányzó kézifék. Katalin, jól értettem. Hello, Kati! Hello! Merre mész akkor? Hány percre vagy innen? Hát a Fővényverem utca 1-ben megyek. Hát innen városon keresztül 10 perc. Ó, hát meg van GPS. Hát van Feri megoldja. Mire begépelem, hogy Fővényverem? Hát azért az lesz egy idő. Igen, Katika, annyit nem mondtuk, hogy be kéne szállni a benyapénzbe. Ezt nem mondtuk, ezt majd nyilván. Jó, kicsi a költségvetés, hát valami. Igen, kicsit bele kéne ugrani a benyapénzbe, de nem csupán számít. Csupán azért kell engem elvinni, mert holnap jön meg az új autóm, és ma még gyalogolnák. Te szegény. Holnap érkezik az autó? Igen. A betyárja. Akkor nem is akarod megnyerni a Suzuki. Átadom másnak a lehetőséget. Ha nem Suzuki, nem mond milyen. Köszönjük. Mert holnap visszalép a szponzor. Nem, Suzuki-nál drágák. Oké, Kati, hát akkor induljatok el, jó? Milyen temperamentumű vezető vagy te? Mit szeretnél? Feri, hogy vezessen? Kellemesen, lágyan, vigyázzon rá, nyomja neki. Lágyan és vigyázzon rám. Gyere, bébi, meg tudod, mi a magyarok istenek. Jól van, oké, induljatok, akkor mindjárt rátok csörgünk, jó? És a klasszfm.hu, vagy a klasszfm Facebook oldalán livét fogunk csinálni. Én sem tudom, mi az, de megcsináljuk, jó? Live esemény lesz? Live. Komolyan? Azt mondták, livét kell csináljunk. Azt a mindenség, ide jó lesz. Akkor szevasztok. Látom, hétvégén kampányoltál az oldalamra. Én nyomtam, figyelj, a gyerekek, én kirektam 50-szer, hogy lájkoljunk, de én élő bejelentkezést csináltam, hogy most mindenki könyörgő videót, ott sírtam a Velencei tó partján. Léci, mindenki lájkoljon, már mindjárt 90 ezer. 90 ezeren vagyunk az a official. Ha lesz elég idő, meg lesz a kettő. Pedig Feri, ha hosszabbítunk, együtt hosszabbítunk, tehát hogy ezzel nem jutsz előrébb, az alaj. Igen, ugye volt egy fogadás, Jani azt mondta, hogy ha elérem a 250 ezeret, nem törölhetem magam, ha nem érem el, akkor viszont törölhetem magam ünnepélyesen. Jelen pillanat majdnem 90 ezeren vagyunk, már lehagytuk az unofficial oldalt. Ki onnan... az, aki még nem lájkolta a Sebesén Balázsot? Azonnal lépjél be a Facebookba, aztán nyomjál rá egy lájkot. Igen, mert ha valaki esetleg nem tudná, Balázs közmondásosan utálja a Facebookot, és hát, de szeretnénk, hogyha majd a rádió után is lenne neki programja, és lesz is. Hétvégén kiraktam egy fotót egy üres hintáról, és azt mondtam, hogy menjenek innen, nincs itt semmi látnivaló. 5000-re lájkolták. Teljesen benne. Örülnek, hogy van tartalom. Egyébként a napi posztot nem tartod, majd elbeszélgetünk. Nem, elfelejtettem. Most két napja azt nem posztoltam. Pénteken egy üres hintát sikerült kitennem. Kérem, távozzanak.
kérdezték. Természetesen abban a percben megjelentek az ilyen hozzászólások, hogy Jani, hol van a hintából? Elmentem enni egy lekváros kenyere. Igen, vagy egy ilyen gyerekhinta volt, igen. Na, amíg nem indultak, nem, már maradjál nyugodt egyébként, amíg nem indultak. Voltam szarvasbőkésen hétvégén, képzeljétek el. Tényleg? Na, indultok fel. Megyünk, van abban na. Még. Meghívott egy nagyon kedves kis társaság Hollókőre, hát eleve gyönyörű a maga a falu, meg a olyan kis kanzenban sétálnál a Hollókői várat, lefotoztam neked gyönyörű, messzire, mondták, hogy menjünk föl. Mondom, Zalamegye hülye. Ne írjátok meg, tudjuk. Mondták, menjünk föl a Hollókői várba, mondom, nem ismertek igazán, mondom, nagyon szép, mondom, picit álljátok arra, hogy egy képet tudjak róla csinálni, jó messziről lefotoztam neked a Hollókői várat. Nehogy ott találjál, nem mentél oda. Féltem, hogy valahol ott botorkált, de egyébként gyönyörű tényleg, ahogy ott a faluból fölnézel, ott van a Hollókői vár. Bocsánat, Katalin, hányra kell menned dolgozni, mert hosszú lesz a sztori. Ráírsz, jó? Mehet tovább. De 8, akkor 7:30-kor elindultok, jó? Aha. Iszol egy teát, eszel egy sütit addig, valamit... amit kérsz, mindent. Hosszú sztori. Egy teát, jó. Aha, egy teát, Katinak egy teát. Ebből akkor. Már látom, hogy az lesz, hogy 7:55-kor. Jó már a gáz, te punyjad, köcs, nem érek oda. Ki fognak rúgni a könyvelésről? Na, szóval ez a szarvasbőkés, ez igazából milyen jó, meghívtak bennünket családostul, kicsit letettük, nagyot elvittük, és figyelj, ezek tényleg bőgnek. Tehát én azt hittem, hogy tudod, egy ilyen gyere, hallgasd a bőgés, és akkor majd mondja majd a vadász, hogy hát most megijedtek tőlünk, és nem bőgnek, de ezek úgy kvarcognak, hogy... Kvarcog? Aha, vagy mit csinálnak, hogy abban nem kvarcolnak. De ez nem elég barnák. Ja, már most megjön a tél, kell a D-vitamin. Úgy ülnek egy infralámpa mellett, és úgy kvarcolnak. Bementünk ott ugye a Cserhát mélyére, és letettük az autót, fel kellett sétálni egy ilyen kis szántóföld, de ahogy a jó vadászhoz illik, kicsi asztalt azonnal kihajtogatta, kiraktak ott este 9-kor, akkor hurka, kolbász, masszív pálinkázás egyébként. Balázs, értsd meg, nem mehetünk tovább autóval, itt már most tényleg le kell tenni. Mondom, tényleg, az már ott a vadetető, basszus, 6 méter, tedd már le! És a tájvédelmi körzet egyben. Mondták, hogy kell sétálni 100-150 métert, na itt mondtam, hogy akkor én viszont hazamennék. Elütöttem azért... valami. Tehát, hogy azért lehetetlen tőlem ne kérjenek, hogy sétálni. Elütöttem valami fejrkócsagost. A tájvédelmi körzet tábla volt Balázsos a tév. Igen. Rettenetesen barcogott. Oda mentünk egy bokorhoz, kiderült, hogy ott csak egy vadászgittel, és nem vett elég rotosorosra, tehát ő is nagyon bőgött. Figyelj, körülbelül 50-100 méterre mondta a fővadászunk, János, hogy ott vannak a bozót másik oldalán, és hát olyan, mint ilyen velociraptorok lennének a bokorba. Szenzációs hangjuk van. 3 pálinka után sikerült a vadászlesre is felmászni. Megrángattuk egy kicsit, hogy az is bőgjön, úgyhogy nagyon-nagyon jól szórakoztunk. Visszabőgtél nekik legalább? Hát volt ilyen próbálkozás, igen, de hát nyilván hallgass a csukbalás, hallgass a hangot. Ez az, nem, hogy krogodomrom, mert még nincs kész. Hallgass a csukbalás, hallgass a ez a de barcognak, és nagyon barcognak, besétált, vagy belépett egy gyomezőre, azt valahogy így mondták, hogy belépett, megjelent, ugye? De nem lőttünk senkire, tehát nem volt lövész, se lövés, úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztem magam, tényleg nagyon mivel jó volt. Mivel próbáltad megdobálni? Mert emberekem megvan a kép. Arra ott voltak a gyerekek. Mutatom. Arra ott voltak a gyerekek, akik nagyon messze üzték a szarvasokat, de hogy milyen jó hangulata van, egy nagy tisztás van, szóval szenzációs. Kivezényelték a helyieket, hogy hajtsák be létek a szarvasokat, hogy legyen valami. Nem, szerintem annyira bepromózták ezt, hogy őket ültették be a bokorba, hogy jönnek a Balázsért, valaminek lennie kell. Gyurikám, gyere már, Gyurikám, bőgni kell, mert... Igen, mondta a programszervezőnk, hogy drága János, Gyurikám, gyere, üljél a bokorba, nem érdekel, hogy csak adják ki hangot, mert Balázs jön, nem mernek úgy haza, hogy nem volt bőgés. Terike maga, itt marad a csalitosban, Lajos, te meg ide beülsz ide a töltyfa alá, jó? És amikor mondom azt, hogy akkor egy, kettő, hallgassa csak Balázs! Na, akkor mind a két elkezdtem úgy bőgni, de úgy fogtok itt bőgni, mert a hétfőn nincs munkátok. Bőgtek, te Terike is nagyon bőgött, Lajos és Gyuri is nagyon bőgött. De szenzációs tényleg egy városiként, amikor itt találkozol a természettel. Tehát, hogy ez milyen hangot képzeljünk el? Barcogó. Szarvasbőgésre? Nincsenek itt az erdészetisek, ők tudják. Nyuszimuszizásra. Persze, igen, szarvasbőgés. Na mondjad, nem, te, mire emlékszel vissza? Nagyon sok pálinkát ittam. A gyerek már rosszul volt a másnak. Ha jól emlékszem, volt egy... De mi a hang? De tényleg most mire emlékszel? Nem tudom, megmutatom neked. Hát ilyen... Na, ez már, várjál. Na, csak be, te vagy a nőstény szarad, nézd. Jövök. Kicsit vázd meg a feneket. János elkezdett seggel hátrálni hozzá, de hülye vagy.
És akkor elmagyarázták a bőgést, hogy ez mire szolgál, mondtak valamit, csak éppen nem figyeltem. Hosszasan magyarázták, csak nem tudom, mit csináltam, aztán nem figyeltem. De nagyon-nagyon-nagyon szép. Lehet egy szabad szemmel is látni szarvasokat, úgyhogy óriási élményeket távoztunk az erdőből. És minden évben ugyanakkor bőgnek, vagy van, amikor akkor is, amikor mit tudom, Mészáros úr vadászni szeret. Hát, amikor Mészáros úr járja az erdőt, akkor kötelező bőgés van. Nem, és akkor ott hosszan elmondtuk, hogy mikor lehet lőni, mikor nem lehet lőni, meg mikor van idény, meg milyen kapitális bikát lőttek le, meg... Szóval, hogy... Nem, megmondtad, hogy már menjünk, mert hideg van. Megmondtad, hogy már vissza a szállodába, mert értem, hogy nagyon jó, hogy csak menjünk. Nem, szóval tényleg kevesebb. Még nem kezdődött el az időszert, már ez minden évben ezt csinálja. Nem, kérdeztem, hogy vannak ezek a vadász balesetek, hogy van az egyik vadász lelője a másikat, tehát csomószor hallunk ilyen. A golyó útjába kerül valaki. Szerelemféltés. Igen, hát és akkor mondta, hogy nyilván van olyan, hogy szerelemféltés. Lajos lő egyet, igen. Te elmondta, hogy azért vannak ilyenek is, persze. Hát ott nyilván arról van szó, hogy kicsit drinkeltek a vadászok. Bucival találkoztál? Tessék? Bucival találkoztál? Persze, ott bőgött ő is a zavarba. Ott feküdt a zavarba való. Igen, Botrogi Gyulával jártak. Igen, igen. Ott sétáltak. Nem, őt nem láttam. És hogy onnan tudják, hogy most ér véget a bőgés? Ezek van egy időintervallum, és utána vége van? Mondták, csend hogy ez lesz, volt az utolsó. Megkapjuk a jelet. Csend lesz, és akkor tudják, hogy vége. Na jó, de hát valamitől csend lesz, érted? Hát akkor abba kellett hagyni. Nem lehet a jel, hogy csend van. Na jó, van, visszük Katikát? Visszük, persze. Hol van Katika, vigyük akkor. Katika, megittad a tejádat, édesen? Fincsi? Itala hozzám nem lehet beszállni, még azt a drága kárpitot összetejázod. vissza kell adni az autót, mit fognak mondani? Erősen hidratálsz, az egy liter teha. Katika iszteltet, igen. Na jó, van. Azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS, vadőr vagyok, srácok, ez a bőgés nem jött át. Akkor ne, hogy csinálni még egyszer? De ezek a soproni vannak, mások. Én minden reggel így bőgök, amikor ráülök a fajancra. A feleségem is el tudná ezt mondani. Bali, ha legalább kijössz a hallgatókhoz, annyit tegye meg, hogy becsukod a sliccet. Hopp-hopp! Kint a nagy kígyó? Ó, gyerekek, köszönöm szépen, bárki írta az SMS-t, éles meglátása. Ezért gyűltek oda annyia. Nagyon drágák voltak, köszönjük. Köszönjük szépen. Segítsetek, hogy lehet megnyerni az autót? Most érkeztem ebbe a pillanatban a Sopronba, de szerintem még nem jó téren vagyok. Vannak-e ott, ugye nézi a körbe, igen. Ez az első, ha nincs senki, akkor nem jó téren, vagy ha sokan vannak, akkor igen. De akkor ott vagyunk. De Mátyás Király utca, sarok. Hostess lányaink pici kártyát osztogatnak. Így van. Ezt kell megtalálni. Jó? Ezt kell megtalálni, kitölteni és visszaadni. Oké? Ez a lényeg. Na, én ma nem tudtam jönni, de holnap mindenképpen meglátogatlak meneteket, várjatok meg, írt a Tibi. Tibikém, abszolút, megvárom, köszönjük szépen. Itt leszünk. Igen. Soproniak, ne regisztráljatok. Minek nektek autó, mikor a Music FM-en vízforralót nyerhettek? Teljesen jogos. Szól itt a Music FM? Nem. Én hiszem, ők megyeszik elkelni, és nagyobb városokban szólnak. Igen? Igen, 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 igen. De majd délután megkérdezem a bocsit, hogy voltunk Sopronban, volt szólsz-e. Azt hiszem, hogy postán szórják kazettával. Igen, best of István Dani. Jó, ilyenkor mennek azonnal az árulkodások, tudod? Már írják, rólatok beszívják a véreteket, a Balázsika, a Klassz FM, igen. Feri, ne arag, úgyhogy dohányzás közben zargatunk, a gyerek nagyon köszöni a fotót, te vagy a kedvence. De köszönjük. Drága. És mentetek is tovább, hogy itt vagytok még? Itt vagy még, Miki? A gyermekkel? Elment Miki. Miki nincs már itt a gyermekkel. Így van. Mondjuk Feriről tudni kell, hogy ő csak a klotyon dohányzik, tehát ez valószínűleg így történik. Feri! A toj-tojból gomolygott ki. Haragudj, mennünk kell. De sok kinyitottam az ajtót, leült a gyerek a térdemre közben. Feri, gyere már ki, fél órája benn vagy. Kincsen foglalkozik a staubot, anyádnak kitöltöm ezt. Ezt az örökbefogadási. Minden reggel veletek ébredek, pedig utálak titeket, csak nem lehet átállítani ezt a vacak ébresztőt. Ébredni pedig már csak kell. Dani, köszönjük szépen. És még SMS-re is költesz. Igen. Na jól van. Oké, jövünk vissza nem sokára. Jó, tessék bőszer regisztrálni, töltögetni a kártyákat. Mi pedig megautóztatjuk Katalin. Jó. Úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk. Mondani akartál még valamit? Igen, hogy búcsúz egy bőgéssel. Gyere már, gyere. 3 perc, pontosan 7:30, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt!
3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, elindult egy újabb hét, mi pedig Rócsón vagyunk, és Sopron az első állomásunk. Deák tér, a Mátyás Király utca felüli része. Így van, tele van már a Facebook különböző fotókkal, az Instagramra is. Az Instagramra is felraktunk egy nagyon-nagyon kellemes kis hangvételű videót. Mindenképpen nézzétek meg, nagyon intelligens. Nagyon intelligens, nagyon barátságos videó. Aki nem lájkolt még bennünket Instagramon, tegye meg. Már egyébként majdnem 137 000 vagyunk Instagram felületünkön, és a kicsi kis elit társaságból mennyire nagy társaság lett, úgyhogy ott is érdemes bennünket követni. Instagram applikációt kell letölteni. Na, Feri pedig már úton van Katikával, mert hogy ígértük, hogy minden állomáson Feri elvisz valakit a helyszínre. Csak mondom, hogy a nyeremény autónak mit van a csomagtartója? Tudatos, aha, vagy valaki éppen elkötni készül úgy, hogy a csomagtartón keresztül? Valaki megszerezte a sluszkulcsot, csak szólok, kinyitották a csomagtartót. Na, de egyébként lehet nyugodtan, nézegessétek nyugodtan. Persze, nyugodtan. Oké, itt vagy, Feri, jó reggelt, hello! Szevasztok! Irgalmatlan macerás a forgalmi helyzet Sopronban, de na, átverekedjük magunkat. Figyeljetek, rajta vagyunk a Facebookunkon, a Klassz FM Facebookon. Laci annyira szuperül csinálta meg a közvetítést, hogy nincs hang. Ezeket mondom az üzeneteket. Nincs hang, csendben marad, köcsög, miért nem beszélsz? Olvastam a szádról, hallgassátok a rádiót, nincs hang. Mekkora hülye vagy, még ezt sem tudod bekapcsolni, nincs hang. Tehát ezek jönnek folyamatosan üzenetek, én nem tudok, nem értek hozzá, de kettőnket látjátok. Itt ülünk a kis álom Suzuki-nkba. Nem csináltál ilyen kis live-os, Facebook-os bejelentkezést? Persze, micsoda, megnyomtam, hogy live. De nincs oldalt a pöcköt lehalkítva, ja, tudod? Baj, megyek. Azt, hogy kicsit itt közben letetszett cseszni engem, ugye, mert aki hát ilyen iskolában dolgozik, ahol autót oktatnak, azt mondják, hogy ez az első, hogy azt tanuljad meg. Add Katikát egy picit, mindjárt kikérdezzük, hogy vezetsz. Add át Katikát egy picit, anyósülésen megszepenve ott ül. Sziasztok! Katika, szia! Na, hogy vezet az óriás? Jól, elég jól, haladunk a munkahely felé. Hányra kell beérned? 8-ra. Hát akkor még jók vagytok, hát 20 perc alatt a pesti dugón is átérni, nemhogy a Sopronin. 1 perc és itt vagyunk, de most belehúzott a Feri. Kicsit megautóztattam Katikát, de miért lassítsuk? Jobbra. Ja, és akkor nem kell lassítani, mert jobbra megyek, indexelni kell. Na, Feri, de vidd a combomról a kezedet. Nem vittem, oda menjek be, és nekünk ez lehet. Lehet, de a gyalogosokat mindig átengedjük. Édesem, folyamatosan ott, érted? Folyamatosan átengedjük a gyalogosokat, nem sietünk annyira. Katikám, gyere egyszer Pestre közlekedni, ott megtanulod majd, hogy sajnos nem minden autós így gondolkodik. Jól van. Merre menjek életem? Most balra megyünk. Köszönöm, az nem baj, ha szólsz, hogy erre kanyarodjak. Így van, de Sopron gyönyörű, a belvárosban vagyunk, én már nem tudom, hogy pontosan hol, de majd valahogy sos visszavezetek. Figyelj csak, Katika, vissza tudsz vinni engem majd? Igazi, az lenne. Ez a sastér? Szervezek egy oktatót, igen, megyünk tovább, szervezek egy oktatót, aki visszavisz téged a Deák térre. Az nagyon nagy lesz. És már ott integet az oktató, így hogy egyszerű lesz a... Majd ki van rúgva, Katika. Már itt is vagyunk. Elkéstél. Figyelj, Feri, lehet, hogy oldalt van a telefonod lehalkítva, azt kapom itt közben infónk, hogy nem vagy milyen némán. Oldalt? Nem az én az telefonom, pöcsön. Ez a Laci telefonja. Ja, de csak, hogy az akkor a Laci telefonja le van halkítva. Most tényleg ne engem csesztessetek, nem, már baj, nem, baj, nem baj, nem baj, nem baj, mert ha megvan a felvétel, akkor majd utólag csinálunk belőle egy néma filmet, rakunk rá filmkarcot, áthúzunk, feliratot. Fekete fejérbe, és teljes hangerőm van a telefon. Jelentetlen, milyen suta vagy. Maga oktató? Te vagy, te oktató vagy? Mi a neved? Balázs vagyok. Balázs, jól láttam be így? Hát most erre mit mondjak? Ötös vagy négyes? Vagy hát négy? Ötös. Megbuktatnál? Várjál, arrébb állok, mert gyakorlatilag keresztbe megálltam az úton, tehát nehogy véletlenül a soproni forgalom bárhova el tudjon jutni, úgyhogy jól állom. Katika, ott van még? Kiszállt itt már? Itt vagyok. Katikám, jó volt az út, megérkeztél? Igen, nagyon szépen köszönöm az utat, és további sok sikert fiúk nektek. Nagyon szépen, puszi, köszönjük szépen, köszönjük, köszi. És a Janinak külön puszi. Ó, igen, de a Jani kapott egy külön puszit? Jól van. Szépen. Te hallottad, hogy milyen külön puszi volt azért a hangjában. Jó volt. Kérem is, ezt, mert ez a ezt a nyálas dumát hallgattam idáig, amíg nem kapcsoltunk be benneteket, hogy a Jani így, a Jani úgy, a Jani amúgy. Köszönöm szépen, amit az Abázi Csabinál küldök kettőnknek egy számot Máté Pétertől, az Ez majdnem szerelem volt cím. Katikám, drágám, nézd, csak ajándékot hoztam neked, kicsit
szűk a költségvetésünk, aki látja a Facebookot. Egy nagyon jó, várjál, mondom. Megmutatom az új tetkom. Ne, azt már megmutattam neki, az intim tetkomat is, hogy egy darab árva autóillatosító van a kocsiba, azt tudom odaadni. Elfogadod? El is holnap. Az új kocsidba. Az nagyon köszönöm. Adjál pucit. Feri, merül a pacemakered. Igen, tényleg. Mi van? Hogy? Merül a pacemakered, Feri, mert valami nagyon csípon közben. Már várjál, kikapcsolom, most már rájöttem, hogy ez a... Na Katika, azonnal hagyjuk ezt, hogy mindenki téged hívogat most, hogy szárán tettem. Puszi, drágám. Puszi, Kati. Puszi. Feri, még ne tedd le. Puszi, Kati. Nem teszem, mi a helyzet? Nagyon arra vagy kíváncsi, nagyon ügyes keze volt. Nem, megvan a pénztárcát? Nézzük körül. megvan minden érték a kocsival, nézd meg jól. Ne, tündér volt a rágyosat, Katika, csókoltatjuk. Jó van, visszatalálsz? GPS-szel vagy? Nem tudom, GPS-szel vagyok, csak beszélünk ilyenkor, nem látom, most még itt a dolgozókkal egy fotóra kiszállok, de közben élőbe közvetítjük. Jó van, közvetítsük. Használd a tolatóradart, hogy izgalmasan. Jövök vissza, igen? Semmi, nem szóltuk már, puszi, csáó, gyere vissza. Király, szevasztok. És ugye szóváltást hallanák. Mindjártal a réparkoló jövte köcsök, nem látod, ki van írva? Csicsorcél fogom húzálni, ki vagy? Mit képzelsz magadról? Hé, te, mi? És egy jó húzakodás lenne. Igen, kettő-hárma jó megvernék a Ferit. Mi? Mi? Anyád? Te anyád? Ezt szóljál be! Üveg élő adásra. Tedd fel a kezed, Feri, szép ütés, szép forog. Ez az, hajó ilyen. Jó, vedd le a szemüket ebben a szilánkokkal. Már nem biztos, hogy jól fogsz látni a ballat. A fejed, Feri, csak a fejed, csak a fejed. Csak a fejed. Na jól van, oké. Játszunk akkor egyet? Van játékosunk? Biztos. Persze. Van. Nem? Én mindig a helyszínről választunk játékost egyébként, úgyhogy... Úgyhogy akkor ez legyen most is így, mit szólsz hozzám? Azt tudtátok, kedves sopranyok, hogy Balázsról elnevezték egy társas játékot is? A dámát. Na. Igen? Most igen. Választottunk? Most választottunk. Na jó, akkor játszunk. Már is a kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Műlészebb élet a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Hello, jó reggelt, ciao, hello. Egy mikrofonnal, 1-2, ez is működik, odadom. 1-2, 1-2, check, van. Hello, kit ott hívnak, sziasztok. Szia, én Erik vagyok. Erik? Én meg Dia. Erik és Dia, ti egy pár vagytok? Vagy a meleg miatt bújtatok össze? Ti ketten vagytok, egyikötök lány, másik fiú, mennyi minden tudok. Ugye, mennyire élesek vagyunk. Sopronból? A környékről. Honnan? Ágfalva, szomszédos falu. Ágfalva? Várjátok, mert Ferit kiveszük a vonalban, mert a pacemakere megállt és beállatszik. Igen, sajnos a technikai költségek miatt egy vezetékes telefont vitt magába. Igen, itt körülményes, hogy mindenki átmegy rajta. Na figyeljetek, az hány kilométerre van innen? Azt mondtad, szomszédos. Körülbelül 5. 5, és azért jöttem most csak Sopronba, hogy itt legyél velünk, persze, aztán mentek vissza? Persze, természetesen. Mit dolgoztok? Én kertészkedem. Meddig kell vágni a füvet, segíts nekem. Hát, ameddig nő. Nem úgy, ameddig nő, nem úgy, hanem hogy mikor van az utolsó, tehát ameddig nő, igen, amilyen magasra akarod, 5 centis vagy 10 centis, attól függ. Nem úgy értem, mert mindig mást hallok, és hát egy kertész tudja, hogy így most bejön az ősz, jön a hideg, vagy októberben még lehet, vagy akkor már abba kell adni. Persze, hát azért, hogyha ha nagy, akkor még akár november elején is. Persze, attól függ, hogy legeltetni akarsz, vagy golfozni. Nem tudom, ti is hallottok néha ilyen csipogás, drága hallgatók, ilyen madárfüttyöt, vagy ezek a hangok csak a fejemben vannak, és lehet, hogy én hallucinálok. Ti nem hallottok néha madárfüttyöt? Nem, én nem. Most már ez a negyedik madárfüttyöt, amit hallok. Nem értettem, miért hoztál magadal ennyi kis csibét. Hess! Lehet, hogy csak a hangok mondták a fejemben, igazából jobban oda kéne rájuk figyelnem, nem tudom. Folyamatosan csipogást hallok. Oké, ki játszik? Én, de nekem nem jó a fülesem. Igen? Most kérsz egy füles? Hallom, de... Nem, nagyon szoros vagy, mi a baj? Nem, most hallom, de az előbb nem ment. Ne arra, hogy a Feri fülesét adtuk rád, és a Feri nagyon süket, ezért az övé már nagyon hangos, úgyhogy valószínűleg halláskárosan ezen vettél, mikor jönni rátettem Ferinek, még órában lőtték el a fél fülét, úgyhogy emiatt egy kis tangosabb. Most már legalább ketten vagyunk a stúdióban, akik úgy nézünk ki, mint Paul Kalkbrenner. Oké, na figyelj, fogalmam nincs, hogy mi lesz a feladvány, mert ez most kivetesen... Ez kihagy. Na jó, tehát egyszer működik, egyszer nem. Odaadja, Jani. Aki legközelebb megmondja velem együtt, hogy mikor volt madárcsicsergés, az kap egy... Most. Hopp. Hallottátok? Megvan. Hát mondtam, hogy madárcsicsergés van. És a fák is ürügyeznek. Mondtam, hogy van a fülemben. De ez honnan jön ez a madárcsicsergés? Ezt meg kéne fejteni. Lehet, hogy én adom ki Ha várjál csak. Lehet, hogy a popsimban nézcsem.
Na jó, van egy. Beleültél korán ma még ez, igen. Beleültél egy kosár kacsába? Nagyon vigyázz a fülésre, mert az én nevemre van írva. Oké. Hát figyelj, esküszöm, hogy madárcsi csergést hallok. Te is hallod? Hallom, hát, de tudod, csinálok egy olyat, hogy a laptopodon van itt egy kis hangszóró, nézd, ott vannak előtt olyan hangok, mint hogyha vízfodrok lennének, de az nem valójában azt jelzi, hogy hangos. És, okay. És már idehúzom neked, Zsül, figyelj, mondd el nekem, légy, hogy mi a könnyű feladvány? Tehát sugjál egy picit, vagy az Anna mondja be nekem, hogy mi az, ami nem nehéz. Uh-huh. Jó. Egy kosár toll. Oké. Okay. Város jó lesz? Város? Legyen város. Legyen város. Jó? Mutatjuk akkor, figyeld. Igen. Igen. Mutatjuk akkor. A rohadt. Tedd erre rá. Oké. Okay. Indul a város, figyeljetek, óra indul. Necerbet. Debrecen. Jó a válasz, Zsül? Elfogadjuk? Úgy látszik, nem fogadjuk. De elfogadjuk. Zsülnél van egy 8-10 másodperces fáziskés, ezért ne haragudjatok, ő még a reggeli beköszönőnél tart. Sajnos a távolság miatt nem tudjuk megcsinálni azt, amit hétköznapokban mindig szoktunk, Balázs Zsülmet, és meglöki könnyökkel. Oké, okay, figyeljetek, hát ez tök könnyű volt, de nem az. Csorbítom az eredményeteket. Jöjjön egy nehezebb rege. Igen, Bonyarcvashegy. Azért az egy picit nehezebb lett volna. Megvan az ajándék, Csaba. Megvan. Köszönjük szépen. Örülünk? Nagyon szívesen. Persze, örülünk. Köszönjük szépen. Tessék, parancsoljatok, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Jó? Jó, nagyon drága vagy. Köszi. Regisztráltatok ilyen kis Suzuki-s kártyával? Tessék megadni az esélyét, jó? 9 után hívjuk majd a nyertest, úgyhogy ha aki még nem regisztrált, regisztráljon. Jó? Köszi. Sziasztok, ciao. Fuszi, sziasztok. Az én laptopom csipog. A te laptopod csipog? Igen, jönnek folyamatosan az üzenetek. És azok csipognak? Figyelj csak. Ja. Nem csip. Igen, ez volt az. Na gyorsan egy-két közlekedési ír, segítsünk azoknak, akik úton vannak. Itt is halannál sipolás választ. Ott bejebb a hallókészüléket illik őte nekünk. Nyugi, nem csak te öregszel, mi is halljuk a csipogást. Itt is csipog, Bali. Mondtam én, hogy ezek nem csak hangok a fülemen. Balázs már megint részek, üdv Tomi. Na, hol megy a live, mert nem találom sehol. Ez a Klassz FM Facebook oldalán ment, de majd készülünk mi is egy live-val a Bali Officerre, ugyanis 3 napja nem posztoltam, és ugye az volt az ígéret, hogy minden nap egy posztot végre kell hajtani, úgyhogy a soproniakkal mi is csinálunk majd egy ilyen live posztot, és akkor a mai poszt le van tudva. Hál' de Isten. Úgy látom egyébként, hogy a live-jás minom most is megy a móka. Ott folyamatosan móka van. Drága soproniak, töltött mindenki regisztrációs kártyát? Töltöttünk? Túl vagyunk? Uh-huh. Az az ebéded? Nekem akarod rendeltél adni? Rendeltél ebédet? De drága. Igen, egy kis borjú paprikás garuskával. Megjött. Várjál, megkérdezzük, mit hozott. Megkérdezzük. Nagyon drága vagy. Azt nekem hoztad, vagy nekünk? Tényleg? Mi a? De várjál, mi van benne? Mondd el. Tessék? Egy hete ígértem neked. Mit ígértél? SMS-be. Fagyit. Oh. Nekem ígértél fagyit SMS-be? És azóta ebbe az acskóba van? Nagyon köszönjük, drága vagy, tényleg, és te mondtad, hogy hozol fagyit a helyszíre, már inkább egyébként Jani az édes szájú, de nagyon szépen köszönjük. Jó, nagyon drága. Kedves, milyen nagyon fagyik? Milyen fagyik? Hideg. Kókusz. Kókusz? Kókusz marakuja. Azt mondja, a marakujában nem vagyok biztos, a kókusz azt értettem. Van egy kis házi fagylaltozó? Tietek, családi vállalkozás? Édesanyám kavargatja meg. Nyugdíjas ráér. Jó van, oké, nagyon szépen köszönjük. Drága vagy, köszönjük szépen, mindjárt megkóstoljuk, csak már annyi mindent kaptunk, de megkóstoljuk. Jani az édes szájú, úgyhogy ez elsősorban neked kell majd. Ez beszélt ki, legalább lesz 10 perc. Neked kell majd díjazni, vagy pontozni a dolgot. Oké, na, várunk friss közlekedési híreket, mert egyelőre picit kevesebb van. Jó, ha láttok bármit az utakon, akkor írjatok nekünk, hogy mi a helyzet. Linket kérek, ha lehet, ír egy hallgató. Hát a Klassz FM Facebook oldala megtaláljátok könnyen egyébként, jó? M0-áson az M5-ös felé 45-ös kilométernél van egy baleset, Maglódig áll a sor. Valamint a Soproni határ felé van egy karambol, autó ütközött motorra, kifelé halad a sor. Ez Juju küldte nekünk. M1-es Hegyeshalomnál 300 méteres szalakorlát a sor kifelé. Micsoda? 300 méter a személygépkocsi sor kifelé, így van, ezt így értem, 20 perc az átítás, ez pedig Zsolt küldte nekünk. Oké, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk Ákos után már is. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk pontosan,
8 perccel jó reggelt kívánom mindenkinek. Visszaértél? A nagyon jó volt, kérlek szépen, úgy jöttünk, hogy az oktató bácsi beült egy tanuló mellé, és így kettővel jöttünk a városba, mert ő közben oktatott. De köszönöm szépen, visszavezetett. Nagyon rendes volt. De ő hozott vissza? Már hogy jött előttem egy autóval, egy oktató autóval. Ja, vezetett, felvezetett? Igen, fel, hát figyelj, ami jár, az jár, érted? Figyelj, nem hiszed el, hogy Katika még SMS-t is írt, hogy köszönöm, Feri, kiváló volt veled munkába menni, és csókoltat és puszilt téged. Istenem, Katika drága, te ha tudtátok volna, milyen ügyes asszony. Jaj, nem biztos férje van, de rendes volt. Tárcát, minden megvan. Minden megvan, jó, igen, jó. Azt ellenőriztem. Ne, Katika, érti a humort. M0-ás baleset Maglód előtt Újpest felől nagy a torlódás, Ecser előtt is Ancsi. Hali az M0-áson, Szeged felé, a 44-es kilométernél. Felújítási munkákat végeznek, 5-6 kilométer a dugó, aki teheti kerüljön, Jani küldte. M3-ason Nyíregyháza felé a 264-es kilométer Kántor Jánosi pihenőjénél mérnek. Valamint a Fehérvári úton a fonalbolt előtt a középső sávban elgurult egy gombolyag fonal. Szerintem szökik. Bori, ez nem lehet komoly, ez lesz, hogy a fonalbolt előtt elgurult egy gombolyag fonal. Lehet, hogy fonaljárás van? Lehet. Nem? Hogy nem lehet, hogy a fonaljárók bevásárolnak? Már a fonaljárás is tudja, hogy a fonálnak fonalat kell járni, a gyönyörű. Jó lesz. A Budakeszi út is lassú, de kit érdekel, mert nyert a Vasas a hétvégén, így továbbra is vezeti a bajnokságot. Gala, segítsetek, ez milyen sport? Ez foci. Biztos, nem? A Vasas vezeti a bajnokságot? Egyébként igen. Komolyan? Hát, konkrétan. Mit történt a Vasassal? Hát amióta eljöttél, nagyon jól megy. De hát én már 92-ben eljöttem, hát lett volna időm magukhoz térni. Ennyi idő kellett utána. Most sem vertek, igen. Igen, igen, most már összeállt a kép, tényleg egy repülőrajtot vettek, igen. Ugye az NBA-ben, és jelenleg ők az is vezetik indul? A tabellát. Igen. Igen? Jó. Nem, hát teljesen. Nem ilyenkor indul, már elindult. Ja, hogy már indult. Igen. Viszont most nem lennék Diós Győri focista, az nem tudom, megvan-e a kép. Egyrészt, hogy ott valami balhé volt. Hát figyelj, úgy van, hogy egy ilyen 30 méteres szurkolói táblával mentek ki, hogy inkább most fussatok, mert hamarosan az életetekért kell, tehát ez egy ilyen kis fenyegetés. Barátságos, és utána a meccs után szokott lenni, hogy póló kidobás. Igen. És visszadobták. Ja, hát, kidobták a focisták a pólót. Azért kemény. Azért kemény. Azt gondolom, hogy akkor nem elégedettek. Igen, vagy koszos volt a póló. De ott volt valami szurkoló, ilyen tüntetés, hogy mentek, igen. És akkor hogy mindenki mondjon le. Vagy csak egy fél füllel, szemmel olvastam végig a hírt. Mert a nehéz foci... beazonosítani, hogy ez melyik klubhoz tartozik. Igen. Így, tehát, hogy mentek, és hogy mindenki mondjon le, ez elég sok klubnál előfordul. Mentek, vonultak, és akkor ott valamit háborúztak. Tehát akkor nem volt elég gól a meccsen, vagy nem álljon a Diós Győr. Igen, nem úgy fociznak a fiúk, ahogy az elvárható lenne, és hát a szurkolók ennek hangot adtak. De van ez így. Igen. Más sportákban is. Ki akarja megverni? Ki akarja megverni a Bay Alexet, gyerekek? Nem tudom, néztétek. Egy ott ember van. Meg akarja. Nem, kettő. Azért van itt több is. Nem tudom, néztétek-e hétvégén. De egy nagyon helyes szemüveges néni jelentkezett, hogy ő akarja megverni, igen, a Bay Alexet. Meg tetszene verni Bay Alexet? Tényleg? Megyek, én ezt megkérdezem. Egy kicsit, persze, menjünk már. Mert én kicsit fölhúztam magam. Na, majd mindjárt elmondod, csak végezzünk közvéleménykutatást. Mit, te szombat este ülsz a tévé előtt? Hol ne, fölvettem, mert kíváncsi voltam rá, mert ugye nekünk van egy nexusunk régről. De megint volt valami disznóülés valahol, vagy menni kellett kolbászt tölteni, vagy mit csináltál szombaton? Nem, a családommal voltam, képzeld, de van ilyen, hol vagy drágám, itt vagyok. Nézted a műsor, Szia, mi a keresztnevet? Néztem. Igazából a zsűritagok van hozzá kis értésük, de hogyha egy kicsit visszagondolnának, hogy hol kezdték a pályájukat, és hova szeretnének eljutni, akkor igazából egy kicsit korrektebben is. A Bay Alex igazából... De mi, nagy volt az arca, vagy mi volt a baj? Igazából mindenre finnyáskodott, úgyhogy... jobb lett volna, hogyha egy kicsit toleránsabb lett volna. Hát ennek egy dala van, az is szar. Erre gondoltuk, ugye mi is? Az Aurora, ha kijutott. Mert egyébként eszem az zárójelben, hogy majd ezt is megírja a bulvár, én azt a dalt kedvelem, én nyomtam a klasszon minden reggel. És a fiúk már herótot kaptak tőle. Tehát igen, aki hozzájárult Bay Alex karrieréhez, az én vagyok, mert minden reggel, mielőtt már ment az Eurovízióra, mondtam, hogy higgyetek el, ebben a dalban van valami. Egy kicsit azt érzem, hogy neked az egész műsorra bajod van, tehát te most konkrétan bezáratnád az RTL-t, ahogy áll, ugye? Igazából az RTL az egy felkapott műsor, csak az a baj, hogy mindenkit leragadt. Nem szabadna leragadni, hanem új oldalakat kell nyitni. Uh-huh. Mindjárt jövök, figyelj, az a Balázs gyereki, az is megírjám a pénzét ott. Igen. Ha Balázs vezetné, akkor jobb lenne, ugye? Igen, szeretjük a Balázst, a munkájánken is nagyon szeretjük, mindenki őket hallgatja. Jaj, ne, nekem korábban még ez lesz. Egyéb valami édeset, ja. Ne, most már valami sósat kéne, annyira megéves ez a sztori. Kedvelnek az emberek. Jani, egyik kedvencünk. Kicsoda? Köszönöm szépen. Jani az egyik kedvenc. Mindig csak akkor mondjuk, amikor provokálok. Én szerintem jó zsűri volt egyébként. Szóval, hogy én is visszanéztem
készen felvételről, tehát hogy fiatalok, lelkesek, osztják egymást. Én a Gáspár Laci Bájalex duót kifejezetten szerettem egyébként. Szóval ők szerintem nagyon jól tolták. Zseniális. Az Alex is egy tök nagy egyéniség, szóval, hogy én bírom, hogy valaki egy dalal így egyszer csak ott ül, mint zsűrű. Egyébként szórakoztató. Tehát nem volt rossz a Geszti Szikora se, de azért ez most egy izgalmasabb történet. Ugye? Na most ne állját! Ne. Látod, mennyi idő alatt meggyőztem? Tessék, mit mondt, így van. Egész csatornát, ahogy van. Majd kijön Sebestyén Balázs, a szemei érted így szikrákat vetnek a hölgynek. És most mondom újból, hogy igazából nem lehet most ebből egy műsorból leszűrni, hogy milyen zsűri tagok lesznek. Igazából ez most, hogyha a gyerek elkezdő, nem tudjuk azt, hogy most diplomatikus lesz, vagy esetleg egy kukásautón fog ülni, mindeket meg kell becsülni. Van vélemény, látod? Igen. Nem tudhatjuk, hogy ők milyenek. Az a jó, a zsűri kivált egyfajta véleményt. Az jó, mert akkor legalább akkor valamilyenek. Ez nem? Igaz. Kicsit az volt az Alexel kapcsolatosan, tehát amit a Gáspár Laci tudott, hogy volt egy metal zenekar, és azt mondta Laci, hogy gyerekek, én nem szeretem a műfajt, minden hang rendben volt, úgy énekeltem, hogy Isten menj tovább. A kicsit az Alex ezt nem tudta. Tehát ha valami olyan műfaj volt, amit ő nem szeretett, akkor érted, halálosan unatkoztam végig, akkor van ennyi ilyen moziba. És minden arra ezt mondta, hogy halálosan unatkoztam, akkor menjél moziba, kis csillag, vagy nem tudom, valamit csináljál magaddal a érzébe, a férfi vécébe. Tényleg. De jó, Feri is felhúzta magát. Én nagyon. Tehát te is konkrétan tévénéző lettél. Én újra néztem, mert este más dolgunk volt, de megnéztem még éjszaka a dolgot, és hát én is kimentem, mint Bájalex a zsűriből. Jól tetted. Jó van, mindenki regisztrál, drága hallgatók, mindenki? Finom a kávé? Jó? Kis kávé, kis sütemény? Jól van, örülök. De várjál, kávéznak a csajokat. Honnan van? Hátul, honnan ott is kávézik, miért, mögötte is kávézik. Nekünk miért nem hoztatok? Na, de nézzenek, nagyon eszik is közben, most megtörli ki a száját. Még hátrébb, ja. Ott szalvé, úgy, így, érkezünk. Ki a szalvétát? Gyere! Imádom a távolabbról szemlélőd a lányokat. Hajni. Hajni, de szépen artikulált. Nagyon finom, ugye? Mit reggeliztél, kicsi? Egy sonkás szendvicset. Azt a kutya fejet, kávéval? Igen, teljes kávéval. És mentek melóba? Nem. Ha nem? Ma direkt értünk egy szabad napot, hogy itt leessünk. De sok vagytok. Komolyan? De miért? Kérdeznéd a barátnőmet, amíg lenyelem? Nem, abszolút nem. Bocsánat, állj meg ennél egy pillanatra. Megkérdeznéd a barátnődet, amíg lenyelem? De gyönyörű mondat azért ez. Istenem, hát ugye a gyerekek fogjákban fülöget. Azért ezt régen mennyit hallottam, mint a torok kéményseprője. Ez volt a becenevem, jó, hát aztán az ember fél megnősül, és akkor utána már nem csinál ilyeneket. De ez a megkérdezni a barátnődet, amíg lenyelem, hát azért nem, János. Te is leszoktad nyelni? Erre kell válaszolni. Hát azt hiszem, hogy sem gondoltam, amit kigondoltam. Hát a kávémat, igen. Honnan jöttetek, lányok? Honnan jöttetek? Most Szemeringből. Szemeringből? De jó. Amúgy meg... Én Inárssól, a Hajnika pedig Ózdról. De hogy egyébként Ausztriában dolgoztok, és jöttök, átjöttetek ma? Igen. És mit csináltok oda? Mit csináltok oda? Szállodában dolgozunk. Szállodában. Uh-huh. Szemeringi szálloda. Uh-huh. Na sí pálya rész, nem? Így van. Van már hó? Nincs. Nincsen? Figyünk. Azt mondja, ne! És mit csináltok a szállodában? Szobalányok vagyunk. Szobalányként dolgoztok? Igen. Nyami. És megvetni az ágy. Nem nyami. Jani azt mondta, azt nyami. Nyami. Ember zállat. Nem a sonkás szendvicsre asszociáltam természetesen, hogy annak idején én is mennyire kedveltem a sonkás szendvicsre. Mondjuk én nem hallottam ilyeneket, mint Balázs, mindig csak azt hallottam, hogy na utána tényleg odaadott Balázs számát. És ott például a divat, hogy raknak ki egy pici aprót az osztrákok, hogyha nagyon nagy kupit hagynak a szobába? Van ilyen? Itt annyira nem jellemző. Itt ennyire ez nem annyira jellemző. Nem. És ha találtok valamit. Nagyon sok a magyar vendég. Sok és a magyar nem vendég. Szeretnek borravalózni. Ők meg nem nagyon adnak, adnak borravalót. Aha. És azért mentetek át, mert nyilván több munka van, vagy egyszer jobb a lehetőség, nem? A lehetőség. Na jó, de ők nem is Sopronok, te például ugye Ózdi vagy, onnan azért elindulni, az nem itt van. Hát az nem. De ezt megértjük. De akkor hogy van, ingázol, vagy hogy? Nem, én most itt vagyok kint, Szemeringen, itt élek. És akkor a nyelvtudás az elvárás egyébként? Persze. Aha. Ja, nem? Ja. Hogy mondják németül a housekeeper? Housekeeper. Ja, így mondják. Ja, én azt hittem ez angol szó. Na mindegy, akkor ezek szerint tudok német. És milyen hamar megtanultál. És nem is nagyon terveztek ti se visszajönni, nem? Gondolom, hogy... Egyelőre nem. Semmiképp. Akkor hogy vagy, te kint laksz, és akkor ingázol, amik hétvégén, vagy amikor szabad napod van, akkor hazamész egy pár napra? Szezon végén. Szezon végén? Mennyi a szezon? 4 hónap, körülbelül 4-5 hónap. Azt a minden, és egy szálloda közösen? Igen. Így barátnőként így belevágtatok, elindultatok? Máshol vágtunk bele, de újra egymásra találtunk. De jó. Szobafiúk vannak? Érdekel. Csak a jövőre nézve, hát én nagyon házias nincsenek. Vagyok. Itt nálunk nincsenek. Mit tudna Jani csinálni nálatok a szállodában? Ha itt egyszer csak mégis gond lenne.
Ágyazni biztos, hogy ha tudsz szívecskét hajtani, az... A Jani? Én voltam, szívecskét is tudok hajtani, én voltam katona, én tudok azért szépen ágyazni. Akkor lenne neked munka. Elmondom, hogy a Jánosnál pedánsabb ember egyébként nincs a földön. Tehát mondjuk egy nettó 3 óra egy szoba, tehát azért... János, még van hátra 112 darab szoba, ne bajlodj már annyit azzal a káddal. Argentinában voltunk, és sose felejtem el, hogy az én szobámban nyilván állandóan kupi, János szobájában az összes alsógatya kiteregetve az a radiátorra, összehajtogatva egy stoki méretűre a pulóver és a kabát, és bementünk egyszer dél este 11 órakor hozzá, hogy meglátogassuk, hogy jöjjön velünk inni, csak hogy lazítsunk egy kicsit, már vége volt a forgatáson, kiította az ajtót, és azt mondta, itt rend van, és fegyelem. Igen, nem jöttök be. Igen vagy, hát csak ma ígyunk már valami, gyere már. És éppen súlyzózott a gerendá, húzockodott a szobájában. Tehát teljesen nem normális egyébként, de tényleg gyönyörűen tud rendet tartani, tehát ő nagyon jó. Lányok, egy ajándékcsomagnak örülnétek, ha már ilyen messzi... Nagyon-nagyon-nagyon örülnénk neki. Mondja nyugodtan, hogy ezért ezt vártuk Balázs, hogy végre felajánlja. Jó, ezt mondjuk bárkitől megkérdezhetted volna, nagyon nem nyúlsz mellé. De ilyen messziről jöttetek, és most miattunk vettetek ki szabadnapot, akkor kaptok egy ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. Jó? Na most lehet hazudni. Ki az, aki még miattunk vett ki szabadnapot? Figyeld, hogy hazudna. Ránk ne szakadjon az ég. Jó, hát ahogy mondtuk, készletkisöprés van, úgyhogy... Úgyhogy akinek jut, adunk ajándékcsomagot. Valaki konkrétan egy mankót emelt fel. Már most bocsánat. De helyes, hogy mit, gyere egy picit közelebb. Mit történt a lábaddal? Összevesztem az asszonnyal. Nem mondom. Igen, és Thai box magyar bajnok. És ilyenkor mindig eltöri a bal lábadat? Vagy mit csinál? Nem, szót kell fogadni mindig. Mi történt? Nem, sportsérülés. Sportsérülés? Mit sportolsz? Foci. Hobbi szint. Ó, hát úgy azért. És melyik lábad? Mert hogy most, hogy mind a kettőn állt. El is tört? Nem, térd. Csak ilyen sportsérülés. Jó, azért csak halkan mondom, ahogy mondtad, hogy gyere közelebb az ajándékért, azért tudott járni. Én is ezen gondolkoztam, hogy itt van egy ilyen kölcsönző, hogy nem beugrott egy mankóért, tudod, hogy valahogy felhívja magára a figyelmet. Mit azon? Ilyen, jönnek a balék, hoz egy mankót. Egy gyógyászati kellék volt. Egy óra múlva visszahozom. Le kellett rakni 1000 forint kauciót. Figyelj, olyan nem lesz, hogy kapsz egy ajándékcsomagot, és csoda történt! Tudok járni, és elrohant, tudod. Istenem, Balázs, köszönöm! Várjál, megáldalak, és akkor hátra legyőzsz, jó? Gyógyulj meg, gyermekem, gyógyulj meg! Én meg lehelem a porcot. Jó, figyelj, valamit majd nézünk neked is, jó? Jó, de tényleg, egy tigris tapaszt. Tényleg nem ám eldobni aztán a mankót. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Nagyon kedves, hogy köszi. Mondjad, drágám! Én szombaton azért dolgoztam, hogy most itt lehessek veletek. Jó, persze! Én kirúgom. És kénytelen voltam azért, hogy most itt tudjak lenni. De helyes vagy. Ezért bementél szombaton direkt plusz egy napot? Így van. Igen? Így van. De senki nem volt így, aztán hazajöttél. De 6-2-ig ugyanúgy. Csak elmondom, milyen jelenet zajlott itt le az előtt. Csak hadd meséljem el ezt egy pillanatra. Laci, a Milaci megérkezett egy ajándékcsomaggal, hogy odaadja a hallgatóknak, aki mankóval érkezett. Fölmert, hogy ez kié. Mire egy lány azt mondta, ez az enyém, és elvette. Tehát azért maximális szolidaritás van. Nagyon szimpatikus. De hasonlóképpen működöm én is. Egyébként leleményesnek kell lenni. Sikerült, meg is van. Igen, de... Igen? Na, miért? Tessék? Meg se kérdezted, hogy köszönöm, János. Mondd el, hogy miért? Több problémám is van. Igen? Én nagyon messziről jöttem. Nyilván gondolom, Kolumbiából érkeztél. Te tudod, igaz, János? Persze, hogy ott lakott egy darabig. Schladming-Dachstein. Igen. Gyönyörű sívidék az is. Az. Ideg is van sokszor. Nem szereted, ahogy hallom. Igen, és mik még a problémák? Papírom már róla, be se bumbokon be. Hogy nincs itt a voga. Én szerettem volna játszani. Na, mit szerettél volna játszani? Mit mondod? És azt mondták rá, hogy jó. És te... Vagy te? Én nem, vagy, én sem vagy, voltam. Vagy te bárhogy is hívnak téged, óriás. Ne szórakozz. Vagy a kis köcsög. Vagy a kis törpe ott a stúdióban, vagy a nagyfejű. Hogy jöhetsz játszani. Igen, és azt jelenti, csak valaki más ment. Hát látod, nem volt elég leleményes. Hát nem volt elég gyors. Hát... De most mondjuk, ahogy rámartál az ajándékcsomagra. Jó, figyelj, milyen játékunk van még? Nem tudom, de... Plusz mit mond órát. Sas, fordítsd meg. Ájjj, milyen nehezed. Jó, legyen szólásvonás, indul a görög alul, mint a deprimitív. Jó, figyelj, játszol velünk egyet, jó? Pacsi. A micsoda? Az most csak pacsi, játszani pacsi. Segre pacsi. Igen, legyen az. Pacsi. Ja, hogy már megyek is, már kicsit hideg van még szerintem a segre pacsihoz, de megoldja. Szebben pirosodik. Jó, figyelj. Ugye, hogy ő egyébként az a típus, aki, hogyha nem kapja meg a magáit, akkor álmodban megfojt egy párnával? Ja. Észre veszed. Ja, biztos. Biztos lehet benne. Jó, de akkor ezt viszont visszakérjük, jó? Jó? Köszönjük. Odaadjuk a mondd a keresztnevet, bocsánat. Péter, odaadjuk Péternek, jó? Tessék. Viszont akkor te kapsz egy ajándékcsomagot majd, ha megnyered, jó? Te ma mennyi szabit vettél ki, vagy hogy jöttél? Hát...
Ez szabadnapos. Szabadnapos? Egyébként? Ja. Igen? De ide menj a munkahely, Schlagming Dachstein. Hát 250 km. Évfélkor indultunk, itt aludtunk egy 2 órát. Úristen, ez már egy ilyen szociodráma. És? Egy nemzeti sporttal takaróztunk be a padon, annyira fáztunk. Nem, próbáltunk parkolni, de hát nehezen ment, mert előttünk állt egy jippes, vagy ilyen nagy autós. Ugye? Azt te voltál. Tényleg? Köszönöm, Mária. Hogy tudok minden történetből én rosszul kijönni? Igen, én 5 óra 50-re értem ide, és kicsit ott még megálltam nyújtaszkodni egy kicsit. Próbáltunk ott beállni, de nem mondja. Ki az, aki melletted nem nagyon jut szóhoz? Igen, tényleg, ő barát, ismerős, vagy csak elkísért? Most találkoztunk. Aha. Egy dolgot tudok ajánlani, egy dolgot tudok neked ajánlani, menekülj. Aha. Tehát, most tehát még. Erre mondják azt, hogy fuss, most még lehet, most még csak két Ike a gyertyával van. Viszont most az élet lehet. Egyébként te egy temperamentumos sajnos. Így van. És te mit csinálsz odakint? És mikor hallgatok minket, amikor nem beszélsz, hát, vagy nem. Szól? Eszel? Nem, én az életem veletek összefügg, veletek futok, takarítok, dolgozom, igen? Mindent veletek csinálok, amikor egy nap meghallgatok 3 morning show. November után bajba leszek? Igen, nagyon nagy bajba leszek. Még igen. Nem tudom, hogy mit csinálok, már kérdeztem, hogy majd lesz valami. Ott a Danko Rádió, hát se rossz egyébként. Hát igen, hát se rossz, csak... Bőrgyös reggeli műsorral. Ott vannak a best of-jaink, már látom a jövőt. Jön a kicsi, hallgítja, hogy gyorsan a rádiót, nem szeretem ezt a megszólalást. De mit, konyhán dolgozol ki? Nem, felszolgálok. Felszolgálsz. Gyerekek, azért ez mennyire durva, hogy ennyien elmentek az országból, nem? Uh-huh. Na jó, hagyjuk már ezt a szociovonalat. Hát jó, nem akarok nagyon politizálni, de hát azért ez mégiscsak kemény. Itt állunk Sopronban, és kiderült, és minden másik ember felteszi a kezét, amikor arról van szó, hogy ki az, aki külföldön dolgozik. És én nem soproni vagyok, hanem kiskunhalasi. Tudjátok, hol van? Nem, hülye vagyok. Nem is érdekel. Mind a hárman, full hülye primitív barmok vagyok. Kérdezem, mert ti három hülye. Tudjátok, hol van Kiskunhalas? Balázs, ti voltatok már, csak azért kérdezem a Janival. Voltunk Kiskunhalason? A Wunderrel. A Wundersönnel mi forgatunk Kiskunhalason, soha nem került adásba, annyira jó anyag lett. Tényleg? Igen. Amikor, igen, arra gondolsz, amikor valami szellem után kutattunk? Nem, ilyen, nem? Ilyen, nem. A csípős cuccokat tettétek meg. Ja, de az adásba került. Ott van egy marha jó kis... Szerintem is. Az adásba került, egy igen. Egy kis falucska rancs. Az, amikor mondjuk térdig jártunk Ganéba, az nem az került az. Be. Igen, mert volt egy ilyen is ilyen. Milyen jó műsor nagyon volt az is. Nagyon kis jó műsor volt, igen, sikeres. Jó volt. Jó, akarok mondani, annyira elképzel egyébként, amikor ő szolgál fel, nem? Tudod, nem ezt rendelek! Már pedig ez gulás! Megkezdték! Igen, nálad nem reklamálnék. De elhiszik, tehát igen, azt mondják, hogy nagyon fiú. Nem mennék, nem mennék szólni, hogy nem forró. Igen, tehát nem elég forró leves veled, nem küldetnék vissza. Olyan nálunk nincsen, nem elég forró. Jó van, figyelj, találunk még valami játékot, és akkor játszol. Forzik! Köszönöm szépen! Jó? Oké, okay, mikorra kell visszamened, hogy mennyit vettél ki? Szerdára. Szerdára? Szerda? Ez egy hosszabb eltáv ilyenkor? Nem, hétfőked. Nekem mindig a hétfőked, de szabadon. És az osztrák pasik milyenek egyébként? Elég bénák. Azt nem azt mondod, elég büdösek. Ha, igen. De mi bénák? Hogy bénák? Hát, nem tudom. Szerintem nem. Nem? Semmi? Nem. És, igen, hát, itt az, igen. Itt rosszul kérdezett. Jó, hogy ti komolyan egy pár vagy. Igen, azt hiszem hülyülsz. Mióta vagytok együtt? Már 6 éve. Édesem, ebbe őszültél bele. Nem is kihullott a haja. Konkrétan nem is bele vagy őszülve, konkrétan kihullott a haja. De igen, egyébként tökre megértem. Kérdezni akartam, hogy minden is látszik, hogy tikkel a szemed, miért maradt. És te is kint dolgozol? Igen, igen. És te mit csinálsz? Egy kávézóba vagyok én is. Felszolgálok. Azt a mindenit. Hát gyerekek, lassan, lassan tényleg nem találunk senkit, aki itt megértem, hogy nem marad. Vele egy helyen. Nem egy helyen. Melós lenni. Mennyi a távolság egyébként köztetek így? Ahogy a munkáileg úgy értem. 12 kilométer? Aha. Akkor azért van időt felélegezni napközben egy kicsit. Azt, hogy befordul így a szállodába. Na, ki akar maradni még takarítani? Kifújod a levegőt. Meg itt hosszú szóz, ezzel a 12 kilométert megteszem egy 3-4 óra alatt. Hogy aj, jó, persze, értem. Kicsit próbálsz fel. Gyalog járok. Na jó, ki az, aki még egyébként Ausztriában dolgozik? Nem akarom mindenkit leinterjúolni, pláne nem, csak hogy megnézzük, hogy Atya Isten, azért ez tényleg durva. Uh-huh. Ez tényleg durva. Na jó, nem felejtünk el akkor, jó? Tessék? Nem is mernélek, mert tudom, hogy megvesz. Igen, mert megtalállak. És te dől a stúdió, tudod. Nem, azt megtalálok. A kocsit kereke már így is ki van szúrva. De arról nem én tehetek. Na jól van. Oké, játszunk még, és akkor adásba leszel. Jó, 8:30 lesz, pontosan 3 perc múlva. Gyönyörű Suzukiért megy a harc. 9 óra után mondjuk el, hogy ki a napi nyertes. Aki még nem regisztrált, regisztráljon. Jó, nagyon drágák vagytok, hogy ennyien eljöttetek. Úgyhogy nem sokára mondjuk.
Hát igen, nem sokára ez barokkos tudás, egy óra múlva nagyjából elmondjuk, hogy ki az az egy, aki ott lehet majd velünk Pesten, amikor is átadjuk az autót. Akár ő már lehet, hogy szerencsés autótulajdonosként is jön oda. Ah, kettő perc van fél kilenc, mond, mit akartam? Annyi, hogy vigasz ajándéka viszont biztos, hogy lesz méghozzá nem is kevés. Tehát, hogy aki ugye nem nyeri meg az autót, a hat emberből egy viszi a kocsit, a másik öt az megkap egy csomó ajándékot. Tehát nagyon nagy értékű akus stílgépet kap, akkor vannak morning show ajándékaink, tehát lesz egy csomó minden, tök jó. Igen, sok mindennel készülünk. Na, egy pici szünet, aztán már is jövünk vissza, három perc múlva pontosan, fél kilenc. A Klassz FM Morning Show nagy őszi roadshow 2016 elindult. Bejárjuk az országot. Sofronban a Deák téren kezdünk. Láttad már a Morning Show-t élőben? Most ne hagyd ki, mert ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy nyersz egy vadonatúj autót. Igen! Lehet, hogy nyersz egy laktózmentes tejjel telipakolt hűtőt. Igen! Lehet, hogy értékes akkumulátoros gépre teszel szert. Igen! Lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen gigantikus élményben részed. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Sopron, Kaposvár, Baja, Eger és végül Budapest, ahol ráadásul a Dunán egy hajó leszünk. Valaki utánunk csinálja ezt? No. Klassz FM Morning Show nagy őszi roadshow 2016. Holnap irány Kaposvár! Behalni vagy boldog lenni, belülni meg jót is bajt. Egy nélkül is csúcsig menni, ez a vágy, ami ébren tart. Belehalni vagy boldog lenni, amit enged a túlsó part. Pár jó napot kölcsön venni, ez a vágy, ami ébren tart. 8 óra után vagyunk pontosan 45 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk még mindig Sopronban, és kisütött a nap, hogy meglátta Ferit a napocska. Kisütött! Jó idő van, és jó sokan vagyunk. Jó itt, vagytok. Itt Sopronban. Egy-két dolgot tegyünk még rendbe az autóval kapcsolatban. Ugye, ha valaki ma nyer, csak az játszon, aki esetleg ma itt tud lenni az adás végéig, ugye értelemszerűen, de hogy még pénteken Pestre is kőjönni. Mert hogy ugye az összes nyertes, akit a helyszínen kisorsolunk, jön majd hozzánk Pestre, felszáll velünk a hajóra, kihajózunk a Dunán napfelkeltében, gyönyörül ez, és ott az öt napi nyertesből dől el, hogy ki lesz az autó, illetve lesz valaki, akit adáson keresztül választunk, mert hogy szeretnénk azoknak is megadni a lehetőséget, akik nem jutnak ki valamelyik helyszíre, de persze, aki kim volt a helyszínen, még az is küldhet SMS-t adásban, tehát nem kizárók. Adásunkban csak azt a szócskát kell elküldeni, hogy Suzuki, és akkor még választunk majd valakit az SMS küldők közül is, így tehát mindenki megkapja a lehetőséget, hogy hatodikként még ott legyen a hajón. Na, aki ezt most vissza tudja mondani, aha, annak adnék egy ajándékcsomagot. Az a baj, hogy én elérzékenyültem a naplementés résznél, nekem ez most... Bonyász voltam! Értettétek? Megvan? Jó van. Ki az, aki még nem töltött? Tessék, ki az, aki itt áll, de még nem ad? Azt mondod, hogy én úgy se nyerek, meg nekem úgy sincs szerencsém. Nem mondják meg, hogy mit csinálja. Igen, nekem a nagyfejű, nem mondja meg, hogy mit csinálja, így van. Nekem ne adogassá úgy Suzuki. Igen, nekem ne adjál autót, van sajátról, adjál meg. Ki az, aki így gondolja? Nem gondolja így senki. Nagyon jó. Oké. Okay. Ha hostess lányokat kell egyébként a... Meg kell. Az a kis regisztrációs kártyáért, ja, azt igen, letámadni. Ugye a hostess lányainknál? Hostess lányainknál vannak a kártyák. Jól van. Oké, okay. Na, kérdezzétek, milyen SMS-t találtam. Hát nagyon helyes, amit nem ír. Ilyen. A celldömölkivarrodás lányok itt fagyoskodnak? Nem, tavaly Rőtök Muzsajon dolgoztam, és én újítottam fel Vikivel a letett fátoknak a tábláját. Nem á. Itt vagyok, csak 9-re fogorvoshoz megyek. De várja, Viki, ő a te feleséged, és ez az ember újított közösen táblát? Én azért elgondolkoznék. Vikivel, felújította Viki tábláját. Szia, tavaly Rőtök Muzsajon dolgoztam, és igen, én újítottam fel a Vikivel letett fátokhoz, ja, tartozó táblát. Igen, leszették a régi feliratot, és eladták egy másik párnak, nyilván erről. Megkérdezzük, hogy mi van a fával? A közösen ültetett fával? Hol van? Hello, jó reggel! Ciao, hello! Szervusz, sziasztok! Ciao, várjál, nem írtad alá, hogy hívnám? Krisztián, te Rőtök Muzsajon dolgoztál. Így van, a Szidónia kastélyszában ti is voltatok. Nem kell bemondani. Semmi, van egy wellness hétvégén, mondta hétvégére, megvan oldva. Novembertől már nem számít. Köszi, hallod, mit mond, novembertől már nem számít. Milyen rutinos hallgató vagy, igen. Hova küldje az NMA checket novembertől? Jogutód nélkül megszűnik, és akkor már nincs per, tudod. Ügyvéd vagy? Nem, tábla felújító. Ja, vízvezetékszerelő. Vízvezetékszerelő. Gyerek, ez meg, hogy bárkivel dolgoztunk, bárkivel beszéltünk ma reggel, az ma a szállodaiparban dolgozik. Én itthon dolgozom. Én használom ki azt a lehetőséget, hogy mindenki kiment. Ah, tehát te vagy az, aki válogat az itthoni állásajánlatok közül. Ügyes, ügyes. Ezek szerint
már nem csak a gázszerelők törnek magas. Na, hát ha eddig lett volna fracking most. Ja, jó, hát... Hús. Na és mi volt ezzel a fával? Mi volt a fával? Hogy van a fám? A fa jól van. Jól van? Növögelt, igen, szépen növögelt. A tábla volt elrohadva sajnos, mert fából lett csinálva a váza. Úgyhogy most vasból van, szépen megcsinálva. Vasból? Azt arany nem volt, vagy valami? Tehát egy vas táblát, tényleg? Vasból, hát... Az kevésbé rohad. Nehéz, mint a házasság, egy vas tábla. Úgyhogy úgy csináltuk meg, hogy az nem rohad el, úgyhogy figyelj Balázs, ez a tábla örökre megmarad. Mi a szöveg rajta? Mi a szöveg rajta? Hát a szokásos, hogy boldog házasság, aha, ha aha. Tettétek házasságotok. Most picsaklik meg az Most picsaklik meg. Meg tudom mondani, milyen szögbe hegesztettük, milyen színűre festettük, úgyhogy feketére. És kivetétek a fatáblát és beraktatok egy ilyen vastáblát. Igen. Az összeset megcsináltuk, és akkor láttam, hogy a tiédek is közte van. Annyira örültem volna neki, akkor... az a sztori, hogy ki kellett venni a fát, mert hogy elrohadt, mert a föld mindig, hogy odahordta a szálkászőrű tacskóját húgyozni. De szép történet lett volna. Igen. Ne arra úgy nem bírtak. Úgy a picsit a pajzsot. Anyósom hívta rá fel az esküvőn a figyelmemet, mikor mondták, hogy fát kell hozni, ezt meséltem. Ez nem fa, ez magyarabb akar. Hát mondom, látod milyen vejed lesz neked, még egy fát se tud megvenni. De szépen növöget, akkor szerelmünk fája gyümölcse? Hazafele mentek, ugorjatok, benézzétek meg. Messze van. Nem is arra megyünk. Útba esik innen, hát... Mennyi? Röltök Muzsa, az igen, hát 24 kilométer, hát... Itt pereztek, után elmentek jobbra, azt otthon egyből. Figyelj, rakjunk már egy koszorút, vagy valamit. A Balázs táblájára! Oda megyünk, hogy nem szomorkodunk. Mit akarsz rájönni a koszorúra? Itt még boldog volt? Nem. Tudod, milyen képet csináljuk, hogy állunk ketten? Rohadékok! Azt a fát együtt ültettük a feleségemmel, az magasra törés gyümölcsöt hoz, mint szerelmünk. Ez egy magyaró bokor ember! Ja, igaz, nem fog soha megnőni. Mekkora? Kálljuk, hogy mekkora? Körülbelül, most már ember nagyság. Aha, nem láttad, mekkora volt? Ugyanakkora akkor jelen. Tulajdonképpen egy centit nem nőtt. Sikeres faültetés volt. És a többi fa mellette meg baromi nagy, mi? Hát... Hát ez van. Jó. Mi lassan növünk. Volt, amelyik viszont kidőlt és elrohadt, úgyhogy nem az utolsó. Ki volt? Látod, hogy a mi szerelmünk gyümölcse mélyen a földön, mindig tartja magát. Igaz, hogy egy magyaró bokor, de még mindig tartja magát. Más fák már kirohadtak ott, látod. Én meg akarom koszorúzni. Az lesz majd a szalagom, hogy a desszert legalább jó volt. Kikésett el természetesen a szertartásról. Megjött és azt mondta, nagyon flamós vagyok, mi a kaja? Mondom, rohadjál meg, hogy nem értél ide időben, legalább a szertartásra értél volna ide. Gondolom, nagy ajándékot is vitt, ugye? Óriási ajándék volt, megkajált, finoman láttam diszkréten a pincéredben, becsomagoltatott néhány dolgot, azt egy óra múlva már sehol nem volt. Csak mondom, János, élmény veled esküvőzni. Csak mondom, hogy Röjtök Muzsaitól kb. 2 kilométerre egy földúton, a Suzuki Altónknak a csomagtartójában öltöztünk. Szerintem, a pronyó. Igen, erről már sokat beszéltünk, igen. Körbenéztem, mondom, mindenki, Jánosokra ne várjunk, úgy sérnek, ők a kajára érkeznek meg, úgyhogy szerencsés érkezés volt. Legésztem valamiről? Na de mondta, hogy nem volt jó, jó volt, nem? Jó volt. A pezsgőből csomagoltattál. Mindenből. A vargányából és a pirított gombából és a lencsefőzelékből. Ki van fizetve, tudja, Balázs fizeti, van neki. Nem tudom, hogy mit tettünk egyébként, mert annyira szofisztikált voltam menni, hogy nem tudtam azonosítani, csak mindig rákérdeztem, legdrágább, akkor jó, kettős gyerek. Neked csináltunk egy tál sárga borsó főzeléket csülök nélkül, úgyhogy te azt kajáltad. Igen, mi egy karajkenyeret kaptunk finom főzelékkel. Neked külön gurmé kajával készültem, igen. Négyen álltuk körbe, van egy esodódat. Éreztem is rajta egy kis ananászt. Lehet, hogy meglepöm a Wikit ezzel. Most ezt most aztán elgondolkoztam. Hogy? Hogy elviszed, megnézitek? Kiásom, betörök a szállodába, és kiásom a bokrot, és hazaviszem. Cseréld ki egy másik fába. Egyébként ilyen lenne kivenni és beültetni egy másikat. És te mit csinálsz ott egyébként? Karbantartó voltam. Karbantartó voltam. Vállalkozó vagyok, most már váltottam. A karbantartó az mit jelent, hogy egész nap nem csinál semmit, csak így karbantartó? Így van. Ja, nem is dolgozol ott, eljöttél. Már nem. Lassan egy fél éve. Na jól van. Sok elrohadt tábla. Elegedett a sok táblából, igen. Figyelj, ha már szolgálod az házasság, láttam egy ilyen kis promót a tévébe, hogy valami, megint lesz valami házastárskereső, vagy összeadós műsor a Rötölön? Lesz, de ezt akár hírek után is megbeszélhetnénk, ugyanis idő van. Aha. Tényleg? És igen. Azt is te fogod csinálni? Nem, én nem csinálok semmit. Elég egy házasság. Lesz egyébként, de ott vakon kell összeházasodni. Már nem úgy értem, hogy nem tudod, hogy kit veszel el. Te nem tudod, hogy kit veszel el, igen. Oh. Húha. És akkor nem csak képletesen, hogy később bújik a sárkány a tojásból. Nem, ez az, amikor így leveszed a fájtlet a mennyasszonyon,
Vagy, igen, a stáb hátul áll és így csapkodja az asztal, hogy de hülye vagy, Béla, de hülye vagy. És az atya megkérdez, ezt ért sem úgy, hogy igen. Nem, egy tudományos kísérlet bebizonyította egyébként, sokáig kutatták, hogy igazából a biokémia az egy fontos, hogy vonzalom legyen. Ez a mindennyien melegek vagyunk. Mondjuk ez egyébként most mondj valamit, ami meglep. De hogy ha jó, ha egymásnak összeillő párok kerülnek össze, akkor nagyobb esélyük van arra, hogy hosszú távon boldogok legyenek. Tehát ez az egymásnak vagyis, összeillő az azt jelenti, hogy tudományos alapon igen, meg lehet tehát határozni? Tudományos alapon, ha kiválasztasz két embert, akivel nagyon sok tesztet töltetsz ki, és nagyon sokáig vizsgálod őket, akkor, ha megtalálja a két megfelelő ember egymást, és segített őket összehozni, akkor nagyobb esélyük van arra, hogy együtt maradjanak, mint hogy egyébként valaki az utcáról valakivel összekeveredik, mert hogy van valódi alapja annak, hogy két ember összeillhet azon paraméterek alapján, amit kitöltenek, amit megvizsgálnak rajtuk érdeklődési kör. Hát egyszer rengeteg még minden. Akkor is, ha konkrétan nem tetszik a partner? Tehát hát nyilván egyéb... Nyilván azért itt cél valahogy ezt kitalálják, nem tudom, hogy jó kerüljön össze jóval, de itt ez a műsor azt vizsgálja, hogy mi van utána. De ezek lehet, meg fizikai paraméterek is, tehát hogy van persze. Űrméret és... Igen, 20. Plusz a kupak. Nem tudom, hogy milyen tesztet kell kitölteni. Itt gondok lesznek, Herővéi úr. Már akinek gond, hát azért nem mindenkinek gond, hedőése. Szóval, és azt nézi, hogy ha ilyen tudományos alapon rakunk össze két embert, akkor az működhet-e úgy, és onnan indul a történet, hogy ők összeházasodnak. De ez nem kell mind 50-60 évesnek lenni. Tehát fiatalok, akik nem találták még meg életük szerelmét, de adnak egy lehetőséget, hogy akkor itt van a teszt, én kitöltöm, ő is kitölti, és valakik összeraknak bennünket, mert azt gondolják, hogy mi összeélünk. Mert tök érdekes. És hogy ez működhet-e valójában. De durva. És tehát ott fognak az oltár előtt találkozni először életükben. Most mondtál. Vagy járva, mert nem tudom, már nem én csinálom. A templomban? Igen. Templomban, vagy ahogy a polgármesteri hivatalban, igen, két pogácsával, meg egy pohár langyos íze. Onnan indul a történet egyébként, igen. Ez nagy ízvise hangzik. Igen. Kíváncsi lennék rá, hogy ki, ja, idő van. Idő van, ugye elmegyünk egy picit hírezni, aztán még beszéltünk róla, illetve tehénfejős játékunk is jön. Hol a tehén? Nem most fütyentett neki Feri. Gyere, Rizska! Ott a tehén! Jó kis tehenünk, de szerettük mi azt. De szerettük mi ugye a tavaszi kitelepülésünkön a kis tehenünket. Tehénfejős játék, ugye időre kell, és valaki nyerhet egy vadonatúj hűtőszekrényt. Vigyázni kell egyébként, mert most egy picit, hogy egy mondjam, ingerültebb, mert megnéztem az előbb, hogy vemhes. Óvatosan kell fejni, mert akkor viszont nagyon rúg. Aki is ráharapott az első percen. Akkor nagyon rúg. Na, jövő mindjárt ezzel folytatjuk. Jó. Én szerintem azt gondolom, a lányok már megtalálták a játékosokat, tehát már nem nagyon jelentkezettek. Itt írták néhányan, hogy többen jelentkeztek egy játékra. Az előfordulhat, igen, hogy a stúdió egyik oldalán az egyik hostess lány megígér egy játékot, de közben a másik hostess lány már a másik oldalon leszervez egy játékot. Nagyon azért, szépen rájuk kentünk. Ez azért, igen, nagyon jól néznek ki, amikor bunyóznak egymással. Igen, tehát aki túléli a bunyót, az játszhat. Jó? Drága hallgatók, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. It's my Oké, mindjárt kimegyek. Csak neked. Azt, 9 de mire rábeszéltem őket. Igen, ő az a stúdióban, az elhízott istenes Bence. 9 óra, pontosan 11 perccel. Jó reggelt. Kívánunk, drága soproniak. Hát, sosem szoktuk azt érezni egyébként, hogy lassan megy az idő. A stúdióban sem, amikor otthon vagyunk, de amikor kitelepülünk, akkor meg már nagyon gyorsan megy. Mindjárt végül. Nagyon gyorsan, így van. Na, de hát még mi vár ránk? Még van egy csomó játékunk. Mizomizomság. Mizomizomság, igen. Az Árpád híd és a budai rakpart teljes káosz. Szép napot kaptuk SMS-ben, köszi. M1-esen a tatai baleseti torlódás már megszűnt, úgyhogy jól lehet haladni. Aztán azt nézem, hogy budai alsó rakpart szintén káosz, nehezebben lehet menni, vigyázzon mindenki, M5-ös 48-as kilométerénél pedig fotózik a jard, úgyhogy menjetek óvatosan. Azt mondja, az M1-esen igen, megszűnt a torlódás, lassú a feljutás az Árpád hídra, a Vörösvári útról, Szilvi, köszi, hogy elküldted, valamint szokatlan dugó a Margit hídon, Budáról Pestre, rég nem állt be ennyire a híd, ezt Bea küldte nekünk. Szeged felé a 44-es kilométernél felújítási munkákat végeznek az M0-áson, 5-6 kilométeres a dugó, úgyhogy ott is menjetek lassan. Na, látom, hogy azért sokan
számítanak arra, hogy adásból kerülnek majd ki győztesen. Egyébként ez nem baj. Majd mondjuk, hogy mikor választjuk az SMS küldők közül azt az egy játékost, aki még ott lehet velünk pénteken a hajón. És hát a soproniaknál is, vagy hát itt Sopronban is nem sokára kiderül, hogy ki lesz az az egy ember, aki jöhet velünk pénteken hajókázni. Ugye? Ki akar? Én! Jó, köszönöm. János jöhet, te nyertél. János, téged elviszi. Maga biztos, hogy ott na, lesz. Na, fejünk akkor egyet? Szerintem igen, hát itt áll ez a drága, gyönyörű kékfehér mizó tehén, hát mondom, hát ne hagyjuk parlagon heverni. Hello? Ki lesz a játékos? Hol van? Szevasztok, Kitty! Igen, Kitty. Te is Kitty? Nem, én Detti. Az előbb képzeld el, a három lány elkezdte a leírat, hogy írjam már rá, hogy Kittynek az első. A második, hogy ő kolléga írjam rá, hogy Kittynek. Egynek kértek, nem mind a hárman Kittyk, és egy helyen dolgoznak. Igen, igen. Hol? Ausztriában? Megvan a konyháján. Kicsi reklám, nem érdekes. Új játékost keresnénk a tehénfejésre. Az, ez egy étterem, gondolom. Nem, de a nagyszüleinek a nyári konyhája. Étterem? Étterem? Igen, igen. Mind a ketten ott dolgoztok? Nem. Nem. Ott ketten. Ja, hogy ők ketten. Most ez egy bonyolult történet. Aha, most már én sem értem. Jó van, ki az, aki jobban tud fejni kettőtök közül? Én. Ja, hogy ti nem együtt jöttetek, hanem más már játékos társak vagytok. Így van. Leesett. Van itt Grógyi. Egy 8-10 perc alatt megfejtettem, hogy mi történik jó. A következő néhány sajnos percben. A játékra már nem maradt idő. Igen, mire Bali kitalálta, hogy mi lesz. Kitty kezdte, jó? Jó. Gyere. Fejtél valaha tehenet, Kitty? Nem láttam még tehenet se. Ja, Isten. Én is mindig bajban vagyok, hogy aha. Melyik a csirke, melyik a kakas, melyik a pulyka, tehát ez, együtt érzek veled, mert ezt én sem tudom sokszor. Ez az eleje, a másik meg a vége, és nem éhes, hanem valamit ki akar tolni. Aha. Igen, egy jól megtermett mizótejénhez kellene letérdelni, jó? Ebből lehet a térdelés ismerős lesz. Mit nézel? Van egy gyémánt a fogába. Igen? De igen. Fogj egy fogót, szedd ki azonnal. Hát, csak térüljön meg a turné, itt a halas picskán patincsad már. Mi van a fogadon? Oké. Ne, miért nem szedeted le? Hát jó, hát el kéne menni fogorvoshoz, hogy leszedje a fogkövet. Ez egy fogékszer? Igen. És mindig, amikor nevetsz, akkor így megcsillan, mint a Vukban volt a gonosz róka, akinek így csillogott a szeme. Csillogott a szeme? Diszkóba csak így jár. Na jól van. Oké, felkészültünk a térdelésre? Persze. Jó vagy belőle? Gyakoroltam. Oh, menj az a része, mi? Igen. Ki is dörzsölte a térded az új szobaszőnyeg otthon, mi? Igen. Most el oda tegyem a cipőmet, hogy az kényelmesen. Hát. Oké, okay. Na figyelj akkor, irány a tehén. Figyelem. Ragadd meg gyere. A tőgyit. Jó, majd Feri közvetít, mert annyian vagytok itt Sopronban, hogy nem látunk el odáig, mert állnak végig az emberek az üvegstúdió előtt, ami persze nem baj, örülünk nektek. Csak majd mondja na. Feri, hogy spriccolé a tej. Spriccolé. Ez a csecse. Oké. Okay. Jó, ez megvan idáig? Meg. Megvan idáig. Több csecse is van egy tehénnek, átlagban 4, és te bármelyiket rángathatod, jó? Ezt a mindenit. Mennyi időt adunk rá? Egy hát, perc? Szerintem még egy perc szokott lenni, és akkor lemérjük a mennyiséget, hogy egy mennyi perc, az annyi, jó. Így van. Ez egy alkargyilkos teljesítmény egyébként. Így van, tehát oszd be az erődet, arra próbál célozni a Jani is, hogy ne rögtön az elején a nagyizmosság, hanem így szépen folyamatosan térdre, ahogy szoktuk ott mondani. Feri, nem otthon vagy. Igen. Forduljunk már egy picit, jól légy. Egy picit gyengédebben, ő nem a nejed. Ő már megszokta. Jani, indítasz. Ja, igen, csak belevesztem egy picit a mizós lányok látványába. 3, 2, 1, tessék! De miért üvöltesz, itt állok mellette? Megindult, hát ebből nem lesz rekord. De spriccel az a tej, hallom én. Nagyon jó. Ő azt a technikát választotta, hogy két csecset egyszerre rángat. Kettőt tehát nincs fölváltva, igen, azt, hanem az mert a klasszikus az úgy van, hogy jobbal, de ő a kettőt... Nem igazi. Ne válogass, Kitty édesem. Ne a veszekedésre pazarold el az energiát, fejjél. Kitty, milyen érzés? Mondj valamit. Hát szóhoz se jutok. Ugye? Ezek a körmök, ezek nagyon durvák hozzá. Más is panaszkodott már? Ott már panasz otthon. Srádásul fog az úr. A gyémát berakás. Úristen. Jézusom, le fogok esni. Hát nézzék. Elvérzek. 50 másodperc. Kicsit bedobtuk a gyeplőt a lovak közé, úgy érzem. Menekülj a hang, mindenhol megtalál. 3, 2, 1. Itt a vége, Kitty. Engeded el. Ne legyél sőse rajongó. Gyere szíves, segítek ki. Köszi. Látod? Hát figyelj, dicsérnélek, de nincs mire.
Nincs! De jó voltál egyébként. Én nem láttam bele semmit, a hangok alapján azért egy fél liter lejött, aha, nem? Hát majd meglátjuk, mindjárt most mérik a mizós lányok. Figyelj, hanga, figyeljünk. Mennyit mond? Hanga, nincs elünk közel. Másfél deci. Mond szépen. Másfél deci. Volt egy tavaszi rócsónk, és ott volt egy lányzó, nagyon jól tudtam mondani a mennyiséget. Kérjük a mizós lányoktól, hogy átéléssel közöljék majd velünk a megfelelő mennyiséget. Szóval mennyi? Másfél? Másfél deci. Detti, hát gyakorlatilag te egy teljes ilyen műszörme bundát magadra aggattál ma reggelre, nem egy fej... Édesem, vedd csak le a cuccot. Na gyere! Azt hittem neki át levágni a körményt. Nem, azt nem. Gyere, Detti. Még ezt is leveszed? Nem, csak kicsit zárazom. Jó van, te is egy étteremben dolgozol, vendéglátóipar, külföld? Külföld. Nem mondod komolyan, te is? Hol? Igen. Atyaisten. Bécs. Bécsben? És mit csinálsz Bécsben? Szállodaiparban dolgozom, supervisor vagyok. Ó! Kérlek, a János ne zavard össze idegen kifejezésekkel, mert ilyenkor mindig tőlem kérdezgetünk. Mit csinál egy supervisor? A szobalányok munkáját felügyeli. Jaj, akkor te vagy a főnök asszony, mi? Ezt nem szerettem volna így kimondani. De igen. Szigorú vagy egyébként? Igen. De hát annak is kell lenni. Te vagy az, aki a végén bemész és ellenőrzöd a szobát, hogy minden oké-e? Csak egy kis mappával a kezedbe járkálsz, és nagyon szigorú vagy. Láttam már ilyet biztosan. Hát, igen. Egyébként előfordul, igen. Mondjuk nálam bárki jön takarítani, mindig ráncolja a szemöldökét, olyan dolgokat talál a szobában, hogy nálunk azért van meló, de láttam, igen. Szigorú nők, hát elég csak a feleségére meg az anyósára gondolom. Oké, na milyen, hogy állsz a fejéssel? Még soha nem próbáltam. Persze, ne gondolom. Tényleg, hasonlót se? De hasonlót, igen. Oké. Okay. Na, menjünk tovább ezen az úton, gyere, no, Detti. Hát mit tudom, úgy értem, mint a cicát felnyújt. Meg se álltunk. Mert én cicára gondoltam, vagy mit tudom, én nem tudom. Vemhes mangalicára értem. Cicafejés. Cicafejés, így van. Detti, akkor ismerkedjél meg te is a szerkezettel, a mi kis tehenünkkel, és akkor egy perced lesz neked is. Megfoghatod a csecsét nyugodtan, legyél bátor. Azt mondja, hogy rajta! Detti, látom, már le is térdelt, Detti, ugye? Detti ott van, én most jó... De jó, jön a hang, már hogy úgy... Ó! Ó, gyerekek, hát itt ömlik a tej, sír a tehén. Ez elakadt, hogy mi történt? Leszakadt. Elvettem a mikrofon. Letépte a tőgyét. Muti Feri hangot? Hát ez gyönyörű, komolyan mondom, erős izgalmi állapotba kerülök a hangtól. Dettiben ez... jobban bíznék. Van benne a temperamentum, igen. Uh-huh. Akkor tehén élne, már rúgna valószínű. Tehát hát, ő picit kapkodósabb, nem? Hogy tetszik? Fáradok. Hogy tetszik, kérdezte a tehén. Ennyi idő alatt elfáradtál? Nem lenne közös jövünk. A tehén mosolyog. Most kezdek csak belerendülni. Majd még besejöttem a szobába. Gyerünk, Detti, még 15 másodperc, és meg lehet a hűtő telerakva mizó tejjel. 10 másodperced van, az utolsókat nagyon keményen húz meg. Aztán 5, 4, 3, 2, 1. És most nyitva, és itt a vége! Jövök. Figyelj, okay. Akkorát rántott rá a végén a klasszik. Még a tesszámad is könyvbe nem levet, úgy, de megkívántam. Okay. Kiszakadt mind a 3 rákuk. Jó, hogy nem általásos ez a játék. Választói. Na nézzük, akkor itt is egy mérés, ugye másfél deci volt Kittinek. Nagyon fontos, hogy halljuk majd a mennyiséget. Jó, kellő átélést kérünk a mizós lányoktól. Ja, várjál még egyből. Te figyelj, öntögeti össze-vissza. Figyelj, hát meg kell mérni. Egy teli hűtő, egy hűtőszekrény tele mizó ajándékkal. A szőkék a gyengén nyerjen ő. Várjál. Tehát ott állunk, te vagy az ember, figyelj, aki sorsok fölött fog most dönteni. Detti vagy Kitti vagy Detti. 100 000 kiéhezett férfi fül áll a mikrofon másik végén. Hogy mondod? 3 deci. Azt a mindenit neki, hadd menjek. Jó fejni. Vagy. Hát cseréljünk, gyertek. Oké, ez pedig azt jelenti, ott van már a főnyeremény. Dettikém, itt áll melletted, ismerkedjetek meg, ő az A pluszos hűtőszekrény, álljál oda mosolyogni, uh-huh, és gyönyörű laktózmentes mizó tejek vannak benne. Fantasztikus, nagyon örülök. Még soha életemben nem nyertem egyébként semmit, úgyhogy ez az első nyereményem. De ez jó. Egyből egy hűtőszekrény. Igen, nagyon jó, nagyon boldog vagyok, köszönöm. Na, rakjátok a hátára. Igen, én akkor a tiéd fel tudod bevinni. Fölvigyük el lakásra. Irány, vinj! Igen, légy szíves.
Itt laksz egyébként? Soproni vagy? Nem, Bécsben élek. Ja, Bécsben is kiköltöztél. Hagyd már egy szegény magyaroknak ezt a hűtőt, ne vidd már lakó nekünk. Hát te már elmentél a nyugatra, megcsináltad a szerencsédet, hogy elviszed tőlünk a hűtőt. Most hát még visszük vissza a gorenyéket. Alig hoztuk el őket. Jól van, és bérelsz ott egy kis lakást, vagy? Uh-huh. Igen, egy, egy lakótársam van, magyar lakótársam, és ketten bérelünk egy lakást. De akkor a hűtő jól jön, tehát akkor el tudjátok rakni. Jó, lesz helye, igen, lesz helye. Jól van, jól van. Oké, na, ügyes vagy, gratulálunk, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszi, ciao, puszi. Kitti, hát, ez egy vigasz díj lesz. Hmm. Hát, gratulálok. Jani adja át, jó? Menjél. Nem volt ez. Hallottátok ezt a gratulálókat? De nem volt ez annyira őszinte. Mondanád őszintén. De amikor rám nézett, megcsillant a foga. Igen. Egy ajándékcsomagot tudunk majd adni valamit. Már ott is van, nézd. Ott, a napszöveges. Mögötted a sudár leány. Sudár leány. Ami Zsuzsuinknál. Na, lejátszuk akkor ezt a hármas ugrás. Legyünk túl rajta, mert megvernek bennünket. Ugye megígértük egy játékosunknak. Nem tudom, hol van a leányzó, akiben van temperamentum bőven. Neki ígértünk még egy játékot. Ott Jézus, ott jön a másik oldalon. Muszáj ő vele? Agyon leszünk verve. Nézd és integet. Mondd, hogy könnyűek a kérdések, Jani. Hello! Segítünk. Szia, ciao, várj, mindjárt jön, kapsz egy mikrofont. Várjál. Jó, mikrofon? Jani oda tartja. Egy-kettő, csak van. Hello! Sziasztok! Még egy nevet mondasz nekünk? Tündi. Tündi, újra Tündi, hello Tündi. Látod, hogy amit mi ígérünk, azt betartjuk. Ígértünk neked egy játékot, és kicsit kellett rá várni, de megtartjuk. Igen, köszönöm szépen, nagyon örülök ennek. Nyissuk ki az ajtót, mert el fogja szívni az oxigén. Hát sokan vagytok, valaki neki kéne menni. Tündikém, és mi a helyzet? Kaptál SMS-t Lágmin Dagsteinból? Írt most valaki? Nem. Nem nagyon értik ott a magyar nyelvet. De hát nem online hallgatnak bennünket, úgy gondoltam, hogy a többi magyar esetleg nem írt senki, hogy hallottunk adásban, nem jött még semmi. Oké. Okay. Ilyenkor azok még alszanak. Alszanak még? Tényleg? Ja, hát aki vendéglátós, mikor nyitok? Hát én egyre járok dolgozni. Egyre? Akkor délután, de akkor délután nem viszont. Délután estéig, igen. Ebédelni nem menjünk hozzád. Hogy? Nyugodtan, kettőig van utána, nincsen semmi. Ilyen utána az osztrákok, igen. Igen, betartják ezt. Ők szigorúan. Igen. Na oké, menjünk akkor, Tündi? Jó, csak lassan. Kérek segítséget majd. Hát ki segítene neked, nem? Aha. Igen. 800 ember fordított hátat a stúdió. Nem. Tündikém, szeretném kimálni. Nem lesz nehéz. Nem lesz nehéz. Mondod ezt te. De komolyan mondom. Hát ha nekem könnyű, akkor ez mindenkinek. Akkor nekem nehéz, igen. Na figyelj, melyik zenekar slágere az Azok a boldog szép napok? Melyik ez a zenekar? Azok a boldog szép napok ég veled, de mert te nem tudod, milyen jó nélküled. Eléneklem neked. Szerintem nem, most hagyjuk az üzengetést. Na. Beatrice. Beatrice. Köszönöm. Milyen jó, hogy ilyen jól tud szájról olvasni. Ez nagy szerencse egyébként. Oké. Okay. Na figyelj. Hány deciliter bor van a hosszú lépés elnevezésű fröccsben? Ezt tudnod kell. Egy deci bor, két deci szóda. Hát Schlagmindagstein. Miss Schlagmindagstein, azért ezt megfejtett egy perc alatt. De nem azért, mert pincér, hanem mert alkoholista. A leányból csúlya utat. Muszáj. Különben nem bírom. Na figyelj, megállhatsz, ha úgy érzed. Tehát ha azt gondolod, hogy elvinéd a sapkát és a nyakbarkasztót, meg lehet állni. Bizony. Ha kell, vagy szeretnéd a morning show órát, akkor menj tovább, de nem könnyű a harmadik kérdés. Történelmi jellegű. Igen. Milyen van? Hány is volt a töriből? Hát szerettem a törít, de olyan jó nem voltam bele, ilyen négyes körüli voltam. Szóval kettes. Nem, az a baj, nehéz. Nehéz kérdés, mert a kamaduli szerzetesekhez kapcsolódik, akik némasági fogalmat tettek, és tudod, hogy nézni nekem. Akkor nehéz lesz. Nehéz, nem egy könnyű üzletet. Kérdés. Köszönjük, na én nyitott vagyok, üzleteljünk. Megkapom a böprédet. A laptopodat. A kocsikocsodat, a pulóveredet és a bankkártyádat. És a szuszpenzorot. De hogyha nem tudod a választ, akkor megkapod. Nem, akkor megállok, viszont cserébe szeretném kérni a bögrédet. Nem hangzik ez jól, tesó. Mit mondasz erre? Ebbe valami kamacs valamit. Adjunk neki egy bögrédet. Várj. Szerintem csak most Pippe bele akar menni. Jó, de akkor a többit nem kapod meg. Tehát se sapka, se nyakbarkasztó. A DNS-et kell csak neki. Igen. Ezt letisztítom, hallod belőle, nem kapasz semmit. Jó, kell egy bögre, vagy szeretnél egy bögrét, akkor az ajándékcsomag itt marad? És akkor megállsz. Igen. Jó, van egy kérdésed holnapra, Jani. Igen? Király, köszönöm.
akkor tőlem meg kész pralinét, nagyon finom. úgy kaptam. Figyelj, Tüdi, azért tényleg az ilyenesemet leszedem, ki tudja, mi jár a fejedbe. Ennyire nem vagyok borzasztó. Így ezt a tőle. Képzeld el majd egy pár évvel. Egy gyönyörű szép bögre, kasszefemes, tessék. Alá is írjuk neked? Légy szíve, nagyon persze, aláírjuk. Parancsolj. Neked szeretnék majd mondani. Így van. Te az én születésnapomon szoktál le a dohányzásról. Én egy hónapra rá leszoktam. Aztán megismertelek, és visszaszoktam. És azóta nem szoktam. És nem szoktál vissza? Nem. De ügyes. Tűnikém, le a kalapar előtted. Nagyon helyes. Most már közé egy ajándékcsomag is jár. Tessék. Köszönöm szépen. Mit boltol ez a tűnne? Komolyan mondom, nem elképesztő egyébként, tényleg. Jól van, oké, tűni nagyon köszi, vigyázz én magadra. Jó, valakinek egy dedikált bögre. Jó. Videóhírét, videóhírét a magyar műsorvezetőknek. Hát, ha ott fogunk állást keresni. Egy osztrák rádióban. Schlag mint Dachstein, a hójelentéseket olvassunk majd novembertől márciusig. Tűnikém, puszi, köszönjük szépen. Maradsz még? Igen, azt mondta, hogy megszokta. Várj, itt vannak szendvicsek is, laptop, internet, ingyen, tízig. Igen. Puszi, köszönjük. Várj, még csinálunk egy szelfit is. Szelfi. A gyerekekkel komolyan mondom. Addig mondom, hogy aki még nem töltött, aki még nem töltött kártyát, az töltsön, mert nem sokára kisorsoljuk azt az egynyertest, akit hát most még nem viszünk el magunkkal, de jön velünk majd Pesten hajókázni, és hát megadja magának az esélyt, hogy Suzuki-t nyerjen. Jó? Az autó ott van, nyugodtan nézzétek meg, fedezzétek föl, látom az előbb, aki kimászott a csomagtartjából. Már ráültek. Nyugodtan, tehát lehet, tehát itt használni lehet. Puffként használják az airbageket már. Igen. Szóval nézegessétek, mert hogy egy ugyanolyan gyönyörű, szép, kanyonbarna, ugye kanyonbarna ez De egyébként azt hiszik, hogy, hogy ez az én poénkodásomnak a termeket. Nem, tényleg, tényleg, így, tényleg így hívják ennek. Ez a színkódja. Vagy miért? Így van, kanyonban ezt lehet megnyerni. Úgyhogy jövünk mindjárt a sorsolással és a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel. Hát gyerekek, nem lehet panaszunk az időjárásra, mert a gyönyörű idő van itt Sopronban, süt a nap, és egész héten ilyen idő lesz. Sőt, napról napra melegszik az idő. Pénteken a hajókázáson 26 fokot mutat a telefonom, gyerekek. Hát, jó, komolyan jó. Mondom, bár csak az NMH lenne velünk ennyire, mint az időjárás. Jó, ne, minden fel ennyire. Nem lehet. Fel ennyire. Komolyan mondom. Hát azért jó, hogy jó idő lesz, mert az úszóversenyt meg tudjuk tartani a nyertes jelöltek között. Igen, tényleg, akinek nem nyitja a kulcsa az autót, az beugrik. Az beugrik, majd a Dunába úszik. Úszik egyet. Na, mindenki töltött egyébként? Jól állunk? Most már nem sokára sorsolunk, úgyhogy nem elmenni, és majd örülünk a nyertesnek, jó? Mondom én, mert egy nyertes lesz a több minden boldogtalan, de hát ez egy szerencsétlen együttállás, de örülünk a nyertesnek. Nem aki nem biztos, hogy nyer, de már ott lesz velünk pénteken a hajón. Mondj, Jánosvá, valamit akartál? Vagy ja, semmit, csak dicsérni akartam azt a pralinét, amit valaki hozott. Nagyon finom volt a mákos, amiből nem hagytam nektek. Köszönjük szépen, igazán jó, hogy gondolsz. Lánk mindenből hármat küldtek, olyan így sorokat kipucolta. És ha valaki a házban proli, és az ő felesége proliné? Igen, így van. Jó, akkor én nekem meg erről az jut az eszembe, hogy a Facebookra megcsinálhatnád. Mondanám, hogyha Sas József lennék, hogy csinálj úgy, mint egy szövőnő, és csináld meg a napi posztódat. Úristen. Ja, az Officer-re? Igen, hát nem, igen, mert napi egyet ígértünk. Így van. Csináljunk egy live bejelentkezést. Mondd el, Feri, hogy kell. Menjél be a Facebookodba, mert vagyok a Facebookba. Most már van ilyen, mind így a 90 ezer embernek, aki hallgat bennünket, szólok, hogy most leszünk. Úgy csinálsz, activity? Mint a, csinálnál egy posztot, publish, így idegenül, igen. És ott ki is írja, látod, hogy live. Live videó. Videó. Ahogy ezt megnyomod, akkor fog tőle, nem fog kérdezni semmit, ha akarod, adsz neki nevet, aha. De az a lényeg, hogy itt most el kéne menned gólive. Ott van, gólive. Megnyomod, visszaszámol 3-2-1, tudsz előre kamerázni, hátra is. Nagyon utána... jó. Öcsém, befosok, milyen technika ez. Ugye, kezdesz rászólni. Te így is úgyis befosolsz. Ahogy ismernek. Hogy az a baj, hogy most csinálok erre egy live bejelentkezést, az megint X-Post, tehát a saját, tehát érted, magam nektek csinálom én a jót. Nem, annak a 85 ezer embernek csinálod, akik fenn vannak. Nekik üres hintákat fotózok. Az se rossz, egyébként szerintem. Lefotoztam egy üres hintát, mondtam, hogy reggel, hogy menjenek innen, nincs itt semmi látnivaló. Van képzeletetek, töltsétek meg tartalom. De akkor legyen már valami jó. Igazi aktivitás. Hát legyen egy ilyen live, hogy mindenki integet, csináljunk egy ilyen posztot. Ne, Popsira még nem dedikáltunk. Legyen szerintem az. Most kipróbáltuk egyébként a múlt héten, hogy meddig maradt fent egy Popsi az Instagramon. Hát nem sokáig. Mennyi időt vették le?
A János feneke volt, csak mondom egyébként. János odaállt a karácsonyfához, úgyhogy letolta a nadrágját, és mesztelen fenékkel odaállt a karácsonyfához, mert múlt héten karácsonyoztunk. Én szerintem egy óra alatt levette az Instagram. Így tudod, mit próbálnék? De szerintem a mostani videódat is leveszi az Instagram, nem sokára. Igen, mert láttam így korábban, hogy így, hogy volt ez a karácsonyi poszt, hogy ilyen nagy popsik a fenyőfa mögül kacsingatta kifelé, és akkor ennek megfelelően csináltunk egy ilyet, de nagyon gyorsan leszették. Igen, nem ért meg sok időt. De az Instagram nem érti a köcsögöt, de mert hogy ugye ez van a mostani ronda. Igen, azt nem érti. Na, csinálunk egy ilyen élő bejelentkezést? Igen. Na, nyomjad meg. A Sebessé Balázs Officerre? Igen, igen, jó? Igen. Megnyom a gólive, és akkor gólivébe megyünk. Jó, várj, megnyom a gólive. Igen, mit csinál? 3, 2, 1. Figyelj, élőbe vagy. De most magad élőbe felé. Vagytok. Ne. Ott nem, ti vagytok. Vagyunk. Ti vagytok. Nem, te vagy. Te vagy. Élőbe vagy. Az itt nem magadat nézem. Sziaszt, nem, ti ott vagytok. Tök jó, telefonod van. Igen. Drága Soproninak, tessék integetni, nem lájkoljuk ezt az oldalt. Nem lájkoljuk ezt az oldalt. Lájkoljon. Őszintén, ki az, aki velem van és nem lájkolta? Jó. Ki az, aki lájkolta? Jó, ki az, aki azért nem... Ki az, aki azért nem lájkolja, meg gyűlöli? Köszi, de itt is volt, vagy. Csak itt is volt egy jelentkezés. Akik egyébként egy picit közelebb állhatnak, azok láthatják, hogy a Balázs telefonja és a telefon tokja között benn van másfél deci kávé. Figyeljetek, most elmondom, hogy ilyen kis oké jelek kékben, és piros szívecskék úsznak a képernyőn, az micsoda? Istenem, azt szeretik a kis bejelentkezésre. De ezek már a lájkok, tényleg? Igen, ők folyamatosan nyomják közben. Integessetek még egyszer, megmutatjuk, mennyien vagytok. Na. De aranyosak vagytok. Ezt csinálja utánunk a Music FM. Na, és integetnek. Most nem azért mondom, de aki nem integetett, az miért van kint? Figyelj csak, meg tudod fordítani a kamerát. Ja, meg lehet fordítani a kamerát. Édes Istenem, a profi érted, megfordítja a telefon. Jó, hát az itt nem a telefon, én egy analóg srác vagyok ebben a digitális világban. Oké, na jó, hát ez volt az élő bejelentkezés a Facebookon. Lájkoljátok. És meg tudjuk majd nézni, amikor felmegyünk. Én nem tudom, ez most ilyenkor fönnmarad? Igen, fönnmarad, és ott van a úgynevezett hírfolyamban. Tehát ez már akkor videóként fönnmarad. Igen, de most is veszik, és ezt látják az emberek. Nem, most berakom a seggembe, tudom. Na jó van. Oké, megmutatjuk a nap legjobb pillanatait, drága Sopronők, és utána a sorsolunk. Jó, már nem akarunk senki idegeivel játszani, úgyhogy jönnek gyorsan a nap legjobb pillanatai, és utána jön az urna, vagy mi az a kübli, vagy nem tudom. Urna, temetés is lesz. Igen, valakit eltemetünk, igen, elmondjuk, hogy elsőáldozunk, bérmálunk. Ja, és tegye fel a kezét, akinek dedikálatunk a popsiára. Nekem. Ja. Egy-kettő, már kettő megvan, egy bal és egy jobb farpofa, ott is van még kettő. És most a lányokat szeretnénk. Az én feleségem egy szigorú asszony, én ebből kivonulok, már ott ebből nagyon nagy balhé lesz. Jó van, na jövünk mindjárt, jól mutatjuk, hogy mi történt velünk ma, aztán már is sorsolunk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Itt az úr. Na, itt vagyunk, itt vagyunk. Hát gyerekek, hogyan ment ez a 4 óra? Komolyan mondom, most jöttünk, nem? Rettenetesen sokat rögtem. Jöttünk, és mindjárt az élő közvetítésnek is vége. El kell, hogy mondjam, akkora expert vagyok így van, hogy lezártam az élő közvetítést, beraktam a telefonomat a farzsebembe, de nem nyomtam finish gombot, és még 2 percet sikerült élőben közvetíteni a fenekemből, majd elővettem, és megállapítottam, hogy mindig míg élőben vagyunk, és aztán nagyon megörültünk. Hogy emlékszel, pukiszták közben? Nem. Kicsit partyogott a seggem közben. Ennyi, egyébként viszonylag új még a telefon. És azt hitte, hogy nyelvválasztó, és a finish az finish valójában. Igen. Na, ne jobb, páskodjál, húzzál ki gyorsan valakit, jó, hogy téged szidjanak. Igen, elérkeztünk a végére, hogy egy valaki jön velünk Pestre a hajóra, katamarám. Majd a hajó, de nem mintha ez egyébként számítana. A lényeg, hogy gyönyörű lesz, hajókázunk egyet a Dunán, és ott valaki nyer egy Suzuki. Mit szólnátok hozzá, hogyha nem én húznám ki, hanem az egyik hallgató itt, a közönségből? Hát az hogy fut a gyáva, mi? Fél, hogy őt fogjátok megverni. Jó, de csak olyan húzhat aki nem töltött ki lapot. Nagyon jó. Nagyon jó. És gyakorlatilag, tehát bárki. Mert felismertem itt a tömegben az egyik unokatestvéremet. Igen, és azt hittek hülyül, de nem. Jó, oké, nekem mindegy, húzza ki bárki. Nem mered, mit hol vagy? Ennyi. Félsz, hogy megvincsálni. Már mit? Ja persze, hát verjék meg őt. Na. Na, figyeljetek. A legkisebb gyereket, mert a gyereket nem bántják. Honnan nem, tudod? Nem, a gyereket nem lehet manipulálni. Na, figyeljetek. Ki, ez szút ki. Jó, egyet válasszál. Ne a tetejéről, az a lényeg. Várj, mutatkozzon be, hogy nem a sorsolási bizottság elnöke. Ne hátulról. Húzd már ki a feleségét. Hogy hívnak? Hello. Fülöp Máté. Máté, hát nekem kéne már iskolában lenned, Máté. Mit csinálsz te most itt? Tessék. Mit csinálsz itt? Titek, hozzá. Jó, oké, hozzá jöttél, jó. Hát ne viccelj, én már tanuljam, mi lesz így belőle? Tárca nélküli miniszter? Na, hát most jöttek a frekinek végképp. Na jó, az már is elúsz. Az is igaz, sütő. Ja, igen. Ja, azt mondják, hogy ez nem jó, mert nincs rendesen kitöltve. Hát ez nagyon nincs rendesen kitöltve. Ebben semmi nincsen.
Hát ebben semmi nincsen rendesen kitöltve. Azt úgy, akkor ő... Akkor fussunk neki még egyszer, van még vagy 400 darab benne. Húzzá úgy, itt nagyon sok minden hiányzik, gyerekek. Na. Addig húzunk, amíg az anyámat ki nem húzzátok, mert nagyon kell az oszozuk, úgyhogy addig innen el nem megyünk. Az előzőt nagyon elszúrt. Igen, a lányok elmondták meg rajta, és már szemet, hogy... Mi van? Hát ezt nem fogom el. Mi? De ilyen nincs. Vadó János! Nem, ilyen nincs. Mond, mit húzott? Olvasd fel a nevet, ami rajta van. Sebestyén alatt. Bunda! Hát ezt nem hiszem. Budapest! Várja. Hol az Alex? Csak úgy mondjál, hogy semmi közöm hozzá. Hol az Alex? Itt vagy? Hol vagy? Te vagy? Tényleg? Mi van? Vállald a rokon, ne bújjál el! Gyere már ide! Unoka tesóm, szia! Hello, Alex! Deri, ölej meg, gyere! Most legyen nagy a szád, ne csak a karácsonyi családi fesztiválok. Sziasztok! Na, figyelj, hát téged húzzunk, úgy látom, hogy Petőházáról érkeztél. Így van. Petőházáról, tényleg Sebestyén? Tényleg Sebestyén. Komolyan? Így van. Egy közös teljesen komolyan. Egy családfát közösen kutassunk már, aztán ketté dobjuk az autót. Figyelj, ez tök jó. És kivel jöttél ide? Hát a barátaimmal ott állok hátul. Szevasztok, srácok. Jó, oké. És ez te vagy. Kamuzod be, őket is ismered, együtt ittatok két hete. Hétvégén gyertek majd át, mert mama már kicsit zabos, jó? Úgyhogy gyertek már. Oké. Figyelj, Alex, hát ez tök jó, de hát azért van egy pár sebestyén rajtam kívül. Jó, ráérsz a pénteken, ez nagyon fontos. Hát most már igen. Mit dolgozol, mit csinálsz egyébként? Még iskolába járok. Mit tanulsz? Repülés technikát. Jól hozod a megválaszolt kérdéseket, amiket betanultunk tegnap este. Abszolút jól csinálod. Nem tudom, mit tanultunk még meg közösen, mi nem lesz feltűnő. De egyébként most nagyon rossz helyzetben vagyok, mert édesanyám azt hiszi, hogy még iskolában vagyok. Vagy hát, hogy már! Úgyhogy ez azért, ezt nehezen dumálom ki otthon. A te anyád az én anyám testvére, úgyhogy ebből megbeszélik este otthon az anyukát. Tényleg, szerintem csekkoljuk, hogy tényleg nem családtagja. Volt-e vérbajos nagybátyád? Nem tudok róla. Nálunk viszont kettő is. Ha akarod, ad egyet. Nálunk viszont kettő is van, úgyhogy nem vagy családtag. Oké, Alex, figyelj, ez még nem azt jelenti, hogy te nyerted az autót, csak ott leszel majd a hat játékos közül. Mindenki kezébe kap majd egy slusz kulcsot, és akinek a kulcsa nyitja az S-Cross-t, az nyeri meg az autót, de pénteken el kell jönnöd velünk hajózni. Jó, jó rendben, akkor majd otthon beszélünk, jó? Jó, este mindenki te megcsörgetek. Jó. De hát még az e-mail címed is egyébként Sebestyén, de nem olvasom meg nyilván, mert felháborodott hangvételében neked kapnak. Jól van, oké. Okay. Alex, na, egy tudásalapú kérdést föl kell tegyünk. Ja, tényleg. Megnyerted a vadonatúj Suzuki S-Cross-ot. Mész a kereszteződés felé, találsz egy olyan táblát, egy csúcsára állított háromszög fehér körbe piros, mit csinálsz? Még egyszer. Aha, na jó. Csúcsára az állított háromszög... Fehér körben nincs. Azt mondta csúcsára állított. Csúcsára állított háromszög. Én erre nem érek rá, Kaposvár. Körben piros. Ja, körben piros. Én azt hiszem, egy körpiros háromszög. Mondom, hányos volt a körülnézek. Köszönöm. Nyertél, gratulálok. Azt mondja, jó a körülnézek. Tegyünk fel egy egyszerűbbet. Mi a címe a nagybátyát könyvének? Oké. Na jó, ezt odaadom a osztályoknak, mert ezen van az elérhetőséged meg minden. Jó? Nem, mintha nem tudnám egyébként, de hát... Menj hátra. Jó? Jó, és akkor pénteken várunk Budapestre a Sebestyének csatáját. Igen. Jó, rendben. Oké, tedd magad szabaddá, jó? Köszi, ciao. Mennyivel szimpatikusabb, mint Bence? Az öcséd. Sosem mondtam, hogy egy öcsém van. Én mindig mondtam, hogy nagy a család. Jól van. Oké, megmutattuk már a nap legjobb pillanatait? Igen, már megmutattuk. Drága soproniak, hát szépen lassan elköszönünk tőletek. Jó, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien kint voltatok. Mi azért jöttünk ide, mert a múltkor is nagyon jól éreztük magunkat, és amikor választottuk a városokat, akkor úgy döntöttünk, hogy most oda megyünk, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Számos más városba is tudtunk volna menni, de Sopron tényleg nagyon-nagyon jó volt. Uh-huh. Úgyhogy... Mondanánk, hogy jövünk még, de sajnos nem biztos, hogy ez elő fog fordulni, hiszen hogyha pénteken kiderül, hogy tényleg Balázs egyik rokona nyerte meg az autót, akkor el kell hagynunk az országot. Így van. Azonnal elkaszálnak bennünket. Hát bízunk a legjobbakban, bízatok ti is. Mi reméljük, hogy sokáig tudtok még bennünket hallgatni, mi is reméljük, hogy sokáig tudunk még veletek rádióműsort készíteni. Mindenki azon van nálunk otthon a Class FM-ben, a vezetőségben, hogy ez így legyen, úgyhogy drukkoljatok nekünk, jó? Azt mondja, hogy... Igen, az az SMS-ét, amit vártál, holnaptól nem kell jönni. Igen, most írt a főnök. Hívjuk a nap hallgatóját még gyorsan. Jó, aztán tényleg elköszönünk. Mikor megkapom az SMS-t, hogy mit írt. Nem érdekli őket. Ja, jó, oké, csak a gondok elmondom. Csak aláírást akarnak tőled, úgyhogy... jó volt veletek. Na. Jó volt. Igen. Hello, ciao, morning show, szia! Köszönöm!
Kicsoda? Mi az Isten takarsz? Balázs Morning Show, szia, félretárcsáztunk, vagy írtál nekünk SMS-t? Írtam, sziasztok. Nem haragszom, hogy nem ismersz meg. Ciao, hello. Írtál nekünk, azt írtad, hogy vadász vagyok, szép ez a bőgés, de jobban hasonlít anyósom hangjára, mint egy szarvasra. Nem írtad alá, hogy hívna? Máté. Máté, te tudsz nekünk szarvas bőgni egyébként? Jól hozod vadászként a szarvas bőgést? Nem. Nem tudsz? Szívesen meghallgattuk volna. Figyelj, Mátikám, mert te vagy a naphallgatója, de nem mondtad, hogy morning show, úgyhogy nem tudunk ajándékcsomagot adni. Amúgy is azt mondtátok, hogy osztátok, mert végezett. Jó adunk ma, hogy úgyis készletkisöprés van, azt mondja. Igen, de hazudtunk. Igen. Oké, figyelj, hát viselheted a címet, te vagy a naphallgatója, jó? Köszönöm szépen. Ki ez a telefon? Belenézek a fotókba. Nyugodtan a Laci, rosszul leszel. Tudom, mit látok, abban nem nézek ez bele. Nem elég régi, hogy értsél hozzá. Oké. Na, drága Soproni, köszönjük szépen nektek. Jó, reméljük, hogy ezért találkozunk még. Vigyázzatok magatokra, és nagyon helyesek vagytok, hogy ennyien eljöttetek. Holnap Kaposváron vagyunk, gyertek, nincs messze. Kapos, én nem csak annyit akartam még mondani, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy nem kellett tegnap fizetnünk a tűztoronyban. Te fúj, te! Mi beengedtek ingyen? De a vacsorádat sem fizetted ki. Na? Mindenhova zárás előtt mentünk, és már nagyon gyorsan túl akartak lenni rajta. És jaj, nincs apró, nincs apró. Ennyirek már felosztottak, hogy... Megsmoltál. Nagyon aranyosak voltam. Jó van, köszönjük szépen. Most ezzel mit csinálják? Mi van veled, Laci? Ja, itt vannak a helyszínek. Köszönöm szépen. Kaposvár, Baja, Eger, Budapest. De hát ezeket elmondtuk. Kaposvár, Kossuth tér, szeptember 27-én, de ezt mondtuk. Na, puszi nektek, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok! Köszönjük, szevasztok, ciao Sopron, köszönjük, puszi. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.